Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. Ezek már mi vagyunk? Hello, jó reggelt kívánok mindenkinek. Hát milyen rövid zene volt ez, gyerekek? Mi volt ez? Ja, hogy 2.51, aha, hello Feri, hello Jani. Sziasztok, hello, jó reggelt. 2.51 is volt a szám. 2.51-es zenét berakni, reggelt szemétség, zsűr, figyelj, minimum 3 fél, jó? Ez a deal, innentől kezdve. Nincs 2.51-es zene. A drága az állásod. Meg egyáltalán hogy merik megírni? Hogy? Hát nem, még le a pofájukról a bőr. Hát, mire elindul az intro, kicsit belenyábok, ez az Avanci, vagy nem tudom ki volt, figyelj. Bruno Mars volt, melyik volt? Shalem Fakir. Avanci van Shalem Fakirral. Vagy ha ő Fakir énekelt. Hogy tényleg, na, egy nagy fakírt neki egyébként. De hogy nincs ilyen, hogy 2.51-es zenét rakunk be reggel. Hát érekek, hogy takra ki van számolva minden. Én pontosan tudom, hogyha meghalom a zene elindulását, onnan még mi fér bele abba a 3-3.5 percbe. Gyorsan egy teakészítés, bejövök, köszönök, portás, leteszem a kulcsot, bankkártyát, pénzt, stb. Kihagytad a pénzt, szevasztok. Tessék? Nézd már körül ki. Tehát ott van a jó 4.56-os Lenny Kravitz. Igen. Hát ho. Így van. Hát egy Avanci, vagy ne az volt, egy Bruno Mars, egy Király Viktor. A következő Viktor, hírblokk előtt én megírom a levelet. Jó? Megírom neki a levelet, mivel tiltakozunk. Kikérjük magunknak, hogy Avanci. Mi mondták Avancinak, írjam egy számot. Azt mondta, hogy jó, mennyit fizesz? 1 millió dollárt. Jó? Na, az csak 2.51. Ennyi van benne. Ha van 1,5 millió, akkor 3,20-at írok neked, érted? Valakivel dolgozott, ugye Shalem Fakir valószínűleg nem fizetett eleget. Uh-huh. És azt mondta Avanci, na jó, akkor viszont 2.51-et kapsz rohadék. Shalem Fakir. Ez így már aztán végképp mindenek a tetejé, hogy ráadásul egy duettről beszélünk. Hogy kettesen tudtak 3,50-et összehozni. Na most komolyan. 1,25, 1,25, vagy mi van? Igen, tök igazad van, kette hoztak össze ennyit. Hát gyerekek, egyedül írják másfél perces dal. Meg mik ők? Hardcore zenekar, vagy punk, érted? Most 250 az sima standard, de hát itt. Igen, mert abban elfáradsz, tudod? Tehát ott azért nem tudnak hosszabbat írni. Érted? Komolyan, eleve szaradal. Na most ehhez képest még 251-ben egyetéből. Mondjuk lehet, hogy van benne valami empátia az emberiség felé. Tehát azt mondta, gyerekek, Shalem Fakir, nem vagy túl tehetséges, írok neked egy dalt, egyébként nyávogsz, mint egy hülye, 251-et szabadítsunk az emberiségre, nem? Mert hogy egyébként... Ebből azért 3 perc már sok. Egyébként úgyis szörnyű. Gyerekek, tegnap hívott a grupama... Na végre jó van, jó, miért? Na, jó. A grupam, nem biztos, hogy a grupam, Aréna kommunikációs igazgató, egy nagyon helyes hölgy. Most mondta, hogy hallott, hogy beszéltünk róla, és meghív bennünket egy stadion látogatásra, hogy menjünk el és nézzük meg, hogy miért ég a lámpa. Nyilván teljesen egyetlen, hogy nekem lett igazam a tegnapi lámpa égéssel kapcsolatban. Ne, azt gondolom, hogy nem is vitás, hogy itt három közül. Három közül végig kinek lett igaza. Valójában az van, amit én mondtam, a füvet melegítik, ugyanis fotoszintetizálják, elmondta, hogy alulról fűtik, abban igazunk volt. De ez egy dolog, hogy alulról fűtik, fölülről még fényt kell adni a fűnek, és ez a fény, amit te látsz, ami hol UV-zöld, hol UV-lila, mit tudom én, az a fotoszintetizáláshoz kell. A mesterséges fényre is fotoszintetizál. És mesterséges fényt adnak a fűnek, így van, alulról van a fűtés, és fölülről, amit Bani mondott, az van, hogy a füvet világítják. Azt nem hiszem el, Feri. Konkrétan. Egyszerűen hihetetlen, hogy akkor fejlődött. Amióta nem nézem a deltát, állandóan le vagyok maradva minden. De látod, itt vagyok. Tudod, és nyomják, mert oxigén termel a fű, hogy a focisták jobban fussanak. Igen. Aha. Érted? Vagy a fényre. Úgyhogy vendégei vagytok a stadionnak egy... stadion látogatása, én mondtam, hogy olyan drága vagy, meg nagyon nagyon van valami fontos. Pont a hideg nem ráz a témával kapcsolatban, annyira nem érdekel, mondtam. Aranyos volt, röhögött, mondtam, hogy figyelj, de nem ígérem, hogy én elmegyek egy stadion látogatásra, gyep nézésre és világítás körbejárásra, de mondtam, hogy a fiúknak átadom, és mondta, hogy hallottuk, hogy beszéltünk róla, és ez az oka, hogy nem a közvilágítás, hanem egyszerűen karban kell tartani a füvet, ezt nyugaton is csinálják, és itt is muszáj, mert egyszerűen szüksége van a fűnek erre, hogy... Nem nő úgy. És akkor éjszaka kell mennünk, hogy lássuk a lámpát, meg a fűnövést? Na, érdemes nem? Úgy menni. Hát most napközben minek mész, akkor nem világít. Aha, hát jó kérdés. Akkor azért ez jó kérdés. 4-kor találkozunk velük a főbejáratnál, ott tessenek várni. Ott leszünk. Mindegy, hát vagy ott leszünk, vagy nem. De tényleg érdemes, hogy 4-kor oda menni, és 5-ig megnézni. Nem? Vagy hogy ég. Én mondtam, hogy átadom nektek ezt az üzenetet, és vendégek vagytok. Nagyon köszönjük. Vendégek vagytok egy látogatással.
mondjuk rátszámítottak, én azt érzem ebből a telefonhívásból, hogy nem a Janit hívták, vagy nem engem. A kedves csinos hajú. Nem, engem hívtak, de benneteket is meghívtak. Nyilván neked volt meg a telefonszámod, ugye? Tehát ami, nem most fáj, hogy engem hívtak. Nem, csak hogy téged hívtak. Nem fáj, hogy engem hívtak. Mindig téged hívnak minket. Mindig csak a szuszogós, kicsit uratkozó, kicsit kikérem magamnak típus öreg bácsik hívnak minket. Hogy téged hívtak, mosolygós, csak akkor menjétek. És mondta, hogy én nem, viszont a Feriék nagyon szívesen. Aha, úgyhogy várjál. Igen, rendes. Mindegy, nem kötelező, csak el akartam mondani, hogy igazán volt meg. És mindenhol máshol meg kirohad a fű ilyenkor? Hát nem hiszem. Ahol nem tudják meglőni? Nem hiszem, hát van a modernebb technika, már egy ilyen stadion, ez jár, ahol még nem világítanak ott, ha nappal nem süt a nap, akkor ott szóresz van. Tehát, hogy... Ott meg körbe mennek a pályamunkások, azt lehelik. Vagy elemlámpával világítják, ja, és lehet, hogy a Lajos bácsi fölvesz egy ilyen fejlámpát, megy a kis fűnyírókocsijával. A kapu előtt nagyon ki van kopva egy kicsit, azért már vetítsetek majd egy kis fényt. Megy a kis fűnyíróautójával, igen, és szépen fölrakja a kis fejlámpát, és aztán szépen világít. Nem tudom, hogy a többi stadionban hogy csinálják. Egyébként a magyar futballnak tök mindegy, mert úgyszer, ahogy van. Így van, viszont a fűünk jó. Az világhírű, azt tudjuk. Már kétszer mondtam rossz csúnyát. Azt mondom, hogy úgy rossz, ahogy van, az egész mindent be kéne szántani sóval, aztán kész. Tehát nagyjából ezt kellene csinálni. De a fűünk világbajnok. A Grupama stadiont fölönteni vízzel, azt átadni a vízilabdázóknak, gyerekek, ússzatok, nyerjetek nekünk sok minden, legyünk rátok büszkék, az új debreceni stadion, nem tudom, vízzel kéne fölönteni, és egy kajakkenupáját csinálni, hagy edzenek a kajakosok, nem? Minden sikersporták kapjon egy stadion. Vagy lehetne ilyen óceánárium, vagy hogy hívják azt idegenül, tudod, lehetne cápákat tartani benne, gyerekeknek. Rohadt menő ötlet. Megnézni. Ez nagyon menő ötlet. Na jó, de ha akkor... még lejjebb süllyed a magyar futball, felöntjük a Grupama stadiont, és azt mondjuk, hogy az Európa legnagyobb óceáni rúma. Aha, ezt se tudtad. Tényleg? Azért, ez nem, hogy van? Nem vagy van. Így? Milyen van? Óceánárium. Várjál, te jössz. Óceánárium. Óceánárium. Hogy van ez? Óceánárium. Nem, óceánárium az nem. Óceánárium? Az se jó. Az se jó. Óceánárium. SeaWorld. Európa legnagyobb SeaWorld-je. Vízipark. Akvárium. Micsoda? Akvárium. Akvárium. A legnagyobb akvárium. De várjál, mi van a kampiba? Az tropikárium. Tropikárium, de azon belül óceánárium. Óceánárium, az nem, óceánárium. 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 Az a hülyeség, le. Óceánárium. Helyes vicsünk. A világ, vagy Európa. Óceánárium. Európa legnagyobb SeaWorld-je. Az. Gyerekek. És kész, megvan oldva a sok stadion, megvan oldva a sok fölösleges beruházás, nem? De miért nem hasznosítjuk akkor a föld? Miért nem vadasparkok lesznek? Az is jó. Hát sokkal jobb, belerakunk egy pár fát, meg egy csomó olyan állatot, ami már a kihalás szélére került, és akkor már értelem, oda mennek a gyerekek, és lelátóról nézik, ahogy ott mit tudom én, rohangálnak össze-vissza az oposszubok. Ennyi, hát mennyi mindenre lehetne ezt használni egyébként, igen. Na mindegy, jó van, csak ezt akartam elmondani. Viszont gyerekek, egy nagyon érdekes természeti jelenséget vettem észre. Magyarázzatok meg nekem, hogyha naponta ez a virradat. Ez az. Honnan tényleg? Tudtad? Mindig kitalálod. Már jövök egy wellness étkezőre. Ne, hagyjuk, most már nem akarom, mert már nem, ez már mások. De most nem ajánlottam semmit. Már nekem kellemetlen. Most nem ajánlottam semmit. Hogy van az, ha egy percet, fél percet nő mindig a nappalok hossza, vagy korábban van világos, hogy van az, hogy tegnap tök sötétben jöttem, és ugyanabban az időben jöttem is, és már brutálisan világos. Mert összegyűjti. Tehát nem naponta van fél perc, hanem kicsit vár, és akkor az így berobbantja. Tehát szemüveges a nap, és a lencséjén gyűlik a fény, és most. Ez egy baromi érdekes, de tegnap tök sötét volt. És nézzétek meg, most elindult a tavasz, milyen világos van. Hogy van ez? Nem esik az eső, jó reggelt. Meg nem felhős az ég. Ennyi. Igen. Hát igen, tegnap szakadó esőbe jöttünk, mert hogy én, a válasz, amikor indultam. Hogy bele tudtok rondítani egy gyönyörű témába? Mi kell így elrontani? Miért nem találgattuk még egy öt percet? Kóstolgattuk, nyalogattuk. Takarodj vissza a helyedre! Menjél vágni! Irány zizi tenni. Ennyi. Ennyi. Nem biztos, hogy van még mögötte valami. Na, gyerek, nem, kibelő. Hívjunk föl egy csillagászt. Szerintem ez nem ennyi. Nagyon más nem lehet egyébként. Jó, mindegy. Jó. Ki vagy rúgon. Szóval mindegy, a lényeg, bár ki vagy kapcsolva, mindegy. Hogy észrevettétek, hogy milyen világos van? Észre. Azért ez öröm. Nem tudtam nem észrevenni. Én minden nap próbálok valami örömet találni a napomban, ma ez már az volt, hogy gyerekek, világosba jöhetek. Sokkal kevesebb az esélye, hogy elütök valakit. Nagyon jó, mert akkor reggel is van, és este is van, mert este meg már 6-ig. Igen. 4-7-ig világos igen, van. Igen, 4-6-kor még bandáztam a gyerekkel az óvoda környékén, és megint megállapítottam, hogy a rohadt életbe, de jó, jön a tavasz. Tényleg, most már itt van az ideje. Úgyhogy... Egy órával ezelőtt még a gyerekkel az óvoda környékén. Ilyenkor bevisz. Ki nem akart jönni, vagy be? Nem, ilyenkor visszük be.
Ja, hát és aztán 24 óra múlva megy érte a Viki. Na már száma! Nagyon szereti, amikor óvodában megbújtak. Keresd meg őket. Övé az egész kert, igen, bújocskázik. Jó. Bemelegítés 10 perc fogocska. Számolj 40 ezerig, és már itt is van. De lassan. Figyelj, teljesen jó. Nekem a csillagos ég ilyen. Tehát, hogy kimegyek, és hogyha látom, hogy csillagos az ég, meg látom a holdat, hogy ilyesmi, attól jó kedvem lesz. Ma reggel is kimentem, és néztem, hogy jó, mennyi csillag van, és mennyit pisál a Dani megint, hihetetlen. És így tök jó volt. Tehát, hogy így egyszerűen... Ja, mert te reggel meg kutyát sétáltatsz. Igen, reggel megpisírtetjük. Meg este is megpisírtetjük. Mekkora kört mész reggel? Vagy csak ki jön, pisír, visszamegy? Aki megy, pisír, visszamegy. Aha, jó, tehát nem kell vele körbe járni. Megsimogatom, picit rohangál a ház körül, aztán visszamegyünk. Tehát az, hogy valaki reggel fölkel, mondjuk fél órával korábban azért, hogy kutyát sétáltasson, így fél ötkor. Az nagyon kemény. Tudod, mi még a kemény? Levinni. Az, de amikor például az előszoba köven eresel a húgyban. Az a kemény. Ezért megyek ki vele. Jó, érted, a két rossz közül kevésbé. A kiengedés, az udvarig, az oké. Okay. Vagy a szomszéd udvarára pisiltetsz, az azt nem tudtuk még megoldani, mert nem találtam a drótvágot. De amikor valaki éjjel, tehát télen, nyáron érted, föl kell fél ötkor, egyébként mit én kellhetne fél hatkor, de hogy ő még elviszi a kutyát. De szerintem ott van egy szükség, hogy tényleg is ilyen be a kutya színe menni, sokkal keményebb, ha valaki azért kell föl reggel, amit én látok, hogy 5 óra 30-kor fut. Nem. Futás, azt akartam kemény. Mondani, ez volt a második. És már visszafele jön, tehát már túlva három körön, hogy azt hogy? Hogy? 4-től 5-ig, vagy hogy ahelyett tudod, hogy még aludnál, még bedugnál a lábadat a paplomba, kidugod hideg a papucs, visszahúzod, iszol egy jó kávét. Hát én annyi mindent tudnék csinálni, hogy lenne időm reggel. De hogy 4 órakor elkezdjek futni, és 5-ig fussak, vagy fél 5-től fél 6-ig fussak. Jó, de te még szereted a feleségedet. Ez is igaz. Tehát, hogy ott azért lehet, hogy... Minden reggel találkozom. Mennem kell, szívem! De hát még alig feküdt, de mennem kell. A kilométerek. Lehet, hogy lefut a szeretőjéhez, szexel egyet, és visszajön. Simán lehet, vagy rossz. Csak nem akar otthon lenni, addig sem. Gyerekek, én dudálok neki, villogok ő visszaint, de hogy ez hogy komolyan mondom le a kalappal. Szóval minden reggel így azért előbb fölkelni, hogy fussál. Még az is nehezemre, csak azért előbb föl kell, hogy mit tudom, este nem zuhanyoztam, hogy reggel ezuhanyozzak, vagy mit a fogatmossak, vagy mit a gránátalmát. Még az is egy kínszenvedés. Mindent kínszenvedés reggel csinálni, nem? Na most legalább egy óra. Mert visszatérünk később, gránátalmát ne egyél reggel, azt többen kérik már itt bent a szerkesztőségben, ha viszont pucolsz, akkor úgy poszoljál, hogy sátorban, vagy húzzál magatokra egy nejlon, vagy megoldjuk helyetted, mert most egy picit azért mintás lett a fal, a tegnapi gránátalma pucolásod után is csak hatan vették észre. Igen, csak az egész előteret kell újra festeni. És sajnos elkövettük azt a hibát, hogy nem dobtuk ki a másik felét. Ott, most készülök most megpucolni. Elkezdem hajszolgatni, majd menjünk ki, jó? Hogy ne legyen az arcunk, hogy mit ugye rózsaimlésre venni. Undorít. Na mindegy. Na mindegy, szóval gyerekek, föl kellni futni le a kalappal. Tényleg az én kis futóbarátaim ott, amerre lakom, hát le a kalappal. És ez legalább egy óra. Igen. Mire föl összeszeded magad, azért csak bemelegítesz, futsz egyet, visszajössz, letusolod, plusz egy óra. Én, hát azt én nem értem. Komolyan mondom nektek, hogy hetek óta gondolkodom rajta, hogy valamelyik nap reggel gyalog jövök be. Jaj, ne, ezek a hülye ötleteid, mint a kézzeljárás, meg a gyalog bejövete. De mind a kettőn dolgozok. Elütnek aztán valahol valami részek, sofőr, elüt majd a képen, jön haza valami after buliba, hogy miért jönné már gyalog? Mert olvastam valamit. Olvastam egy amerikai fiatalemberről, aki itt anyagi okokból kifolyólag minden reggel 30 kilométert gyalogol azért, hogy a munkahelyére bejusson, és aztán persze ebből ilyen tipikus amerikai a sztori. Lett egy ilyen nagy társadalmi kezdeményezés, aminek a következtében kapott egy autót, és akkor most már nem kell gyalogolnia. De gyakorlatilag hónapokon keresztül minden reggel 30 kilométert. Hát ha egy új biciklit kapok. De gondolom, már nem volt buszjárat, meg nem volt semmi. De neked van villamos, van busz, tehát ne legyél. Egy kis kopott szandálba, ott jössz majd hajnali fél ötkor, azt valami hajja hazafelé. Kopott gumicsizmába, ilyenkor gumicsizmába járok, nem szandálba, hideg van. De kapca van benne. Hogy ne volna. Hülye előtt, most olvastam pont, hogy a csávó 5 éve bringázik, már úton volt, nem tudom, még lett volna, nem tudom, milyen körbe tekert a föld, az valahol Ázsiába valami elütötte. Pont most idén fejezte volna be, 5 éve ment bringába, hogy körbejárja a földet, ez pont megint Ázsiába valaki elütötte. Tehát ne gyalogoljál, tehát fölmegy valami részek sofőr, hát ülje föl szépen az 50-es villamosra, aztán... Már régen voltál Lőrincen, már így az ülő út mentén vannak járták. Ja, nem... beton, az igen, kell most már megvannak, igen. Én azt hittem, hogy még ilyen lovaskocsik mennek meg. Szállt, porozkálok a bricskák. Figyeljetek csak, egy óra alatt mennyit tud lesétálni egy ember? Csak kérdezem, mert hogyha 30 kilométert ment, ha 6 kilométert mész óránként gyalog. Ami eléggé kilépszett. Az, nem, hát az futás már. Igen, akkor menjen 5. Akkor 5-öt, de akkor nagyon sietsz.
És innen akkor Lőrinc... 6 órát ment, várjál, most az Amcsi csávó 30 kilométer, 6 órát ment gyalog munkába, ledolgozta 8 órát, majd 6 órát visszagyalogolt. Nehogy már bevedd ezeket ugye a kamusztorikat, semmi, nem ment hát nem sehova. Ment, hát egyszer nem ment, azt kapott nem lehet. Hát de ezt... nem, oda-vissza volt 30. Ja, ja. Hát azt meg, akkor azt meg jó, az pókjárásban. Pókjárásban, most jó, akkor az 3 óra. Figyelj, egyszer tényleg valamit teljesíti már pókjárásba, de most komolyan. De mit? Na, bármikor begurulok ördögszekérbe vagy pókjárásba. Hát. Ördögszekérben egyedül. Figyelj. Ördögszekérben egyedül. Menjünk már ki ezt a parkot pókjárásba, toljuk már le. De most komolyan mondom, a két hírek között menjünk le, azt pókjárásba menjünk végig. De miért mennék én pókjárásban? Csak, hogy, hát, hogy bekakáljunk, bepipáljunk. Érted? De én azt szoktam mondani, hogy akkor megy a pókjárás. Rohadt nehéz. Csak mondom, hogy az ördögszekről le is beszéljük, mert azt így létezem. Én megyek neked 5 lépést kézenállása, amire te gyúrsz itt másfél év, vagy sétálsz kézenállásra. Rohadtul nem mész, te is tudod. Fölmegyek itt kézenállásra, jól elkapom az egyensúlyt, Calvinon vagyok egy perc alatt kézenállásban. Hát most érted, én ezzel éveket készülöm kézenállásra. Hát most én szívesen kipróbálnám, mert másfél óra múlva is majd mindig nem kaptam azt a rohadt egyensúlyt, de majd ha jól elkapom. Na, mindegy, visszatérve, minek jön egy gyalog? Tehát, hogy üljél fel szépen a villamos, aztán gyere. Mert ez lenne az én El Camino. El Camino. Ezen lett a zarándok után. Igen, az Lőrinci Camino. Magamra maradok a gondolataimmal, és akkor így hát ha megvilágosodok, igen. Mire ideére. Az ott mondjuk 800-850 kilométer, itt meg lehet egy 30 igen. Alatt. Lehet, hogy menne egy 20 kilométer egyébként innen, ahol laksz. 15. 10? 10. Tényleg? 10. Én ott csak többnek éreztem mindig, mikor az a vittem. Így van. Akkor egy 10 kilométer alatt lent vagy. Hát ez mennyi? 2 óra lesz. Én jövök, csak aztán tényleg nem vagy úgy gyerek, itt az Ecserinél, itt az izénél, a gyors étteremnél valaki így nem veszi figyelembe, gyere, hogy nekem zöld nem neki, és akkor... És pont lesétáltad, pont itt vagy, pont, igen, hát tényleg valami félhülye elüt itt, nem éri meg szerintem. Meg ott, meg milyen környék az? Hát azért ez egy elég izé környék, amelyek megkéselnek, levetszik a kis zoknidat, elveszik a kis bekötött kesztyűdet a kabátból. Hát akkor most miért? Nem. Hát azért ne raboltasd ki magad. A fogszabályzómat. Kiveszik a fogszabályzódat, levágják a kesztyűdet a kabátodról, érted? Hát nem vagy te a biztonságban. Megkérdezik, hogy anyádapád itt van valahol a környéken? Nincs, csak zsebelnek, érted? Hát ne tedd magad ki ilyeneknek. Hát hűj föl a villamosat, hajnabot, Lőrincet ott kolbászolni, hát azért az nem egy életbiztosítás. Hát 4-kor el kell indulnod, ugye, ha 2 óra körülbelül, 3-as kelés, és még itt a liget mellett valaki beremthat egy bokorba. De hát egy natúrra. Nem, nekem az csak azért jó, mert ott megszaporázom a lépteimet. Tehát, hogy az utolsó lendületet az adja, amikor meglátom, hogy ezeket az éhes szempárokat a bozoltból figyel. Kisfiú, gyere be a bokorba! Itt csillan egyet, érted? Kisfiú, itt van anyu meg apu? Nincs! Igen. Szóval nem kellenek ezek a kis, nem tudom, milyen megvilágosodáshoz közeli állapot, elérésre való kis célok és kitűzések, tessék szépen fölszállni az 50-es villamosra, aztán nézzél, a hétvégén túrázzá a hegyekbe. Nem tanácsolom neked ezt a gyalog bejövetel, tényleg. De akkor le legyen Lőrincó. De most... Lőrincó, végén elégeted a ruháidat, hogy a kaminónak a végén. Igen, tényleg. Itt az ülői út előtt, hogy a kaminónak a végén a Finiszter környéken, amikor az ember rálát az óceánat, el kell égetni a ruháidat. Tényleg. Végig jártad. És ott állsz mesztelenül? Igen, ott egy csomó mesztelen ember ott áll. Viszel másikat, de elvileg ott a kaminó végén elégetted. Ez tök jó. Én azon végig akarok menni, én is el fogom égetni, lejössz az Atlanti óceánhoz, és ott már elégeted a ruháidat, hogy meglátod az óceánt, ott van a kaminó végén. De miért nem gyúrsz egy kis pókjárásos Lőrincóval? Pókjárásban össze végigjössz rajta, itt is van egyébként, csak mondom, hogy a határútnál ott van egy kajdós pihenőhely, egészen. Konkrétan egy kajlós kút, ugye az El Caminon is végig egyébként ott vannak ezek a fésűs kajlók, azok jelzik, hogy hol tudsz megszállni, hol tudsz kajálni, igen. Csak most így az a helyzet, hogy ott ezért picit fizetni is kell, de hát nálam van elég pont mindig, úgyhogy meg tudjuk oldani. Ha igazi itt profi egy kicsit kevesebb a zarándokszállás. Pókjárás, és a végén úgy égeted el a ruhádat, hogy nem veszed le magadra. Az menő. És akkor tessék. De... Bali, félreértettél valamit a Shirley MacLaine El Camino című könyvben, le kell venni a ruhát, le kell venni, igen. Ajj, tényleg milyen jó lenne azon a kaminon végigmenni, gyerekek. Majd ha egyszer nem lesz rádió.
Mennyi ez egy hónapig mennek? Vagy, hát vagy attól függ, hogy honnan indulsz. Attól függ, ha átmész és milyen irányba. Meg hogy milyen irányba, igen. Átmész a Pireneusokon, az egy kicsit hosszabb, akkor kell egy hónap, de megteheted úgy is, hogy nem mész át a Pireneusokon, hanem a Pireneusok mögül indulsz. Aha, már a tulajdonképpen. A Finisterről, igen, és 10 perc alatt ott vagy. Attól függ, hogy milyen útvonalat választasz, ha a hosszabb az a 9-9-50, ahhoz kell, hogy milyen tempót mész azért. Ott egy 3 hét, 1 hónap alatt végig lehet menni, de 6 hetet kényelmesen rász. Mert addig is egyedül van már ember, ugye? Túra, azon is végig lehet menni. Nekem egyébként az feltett szándékom. Tehát, kirakjunk neked kagylóval az egyszer nagyon sok idő túrát. Lesz, mert valami nagyon, nagyon ide nem illőt mondok a rádióban, és sok időm lesz emiatt. És az baj, ha ide nem illőt mond, az nekünk is sok időnk lesz. És akkor mindenki mehet kaminóra. Ha ide nem illőt mond, mind a hármunknak nagyon sok ideje lesz. Úgyhogy gondolj arra, hogy... De várj, most az, hogy te kaminóra mész, ugye Spanyolországban, én országos kék túrára, én itt várlak benneteket. Már nem itt, hanem valami kocsmárióban. Ne, te a frissítő pontokon. Egy később felé meg ott áll ilyen kis kinyitható ilyen kempingasztallal, tudod? Én már itt vagyok, srácok, készülök, gyertek. Ugye, az nagy kaland. A kék túra, kaminó, én arra már nagyon hosszú ideje készülök, nyilván nem úgy, hogy hátizsákkal, lélekben, nekem az egy nagy, fönt van a listámon azon végigmenni. Azt nagyon, nagyon várom. De Alana túr vagy pókjárás? Nem, azt azért Alana túr, tehát ott a pókjárás kell, ritkán fogom bevetni, hogy én leszek a csávó, aki mindig pókjárásba látnak. Van végig első osztályú szálloda, tudsz hol aludni? Bajban vagyok, mert két helyen nincsen. Kicsit végignéztem az útvonalat, nagy a baj. Nem, hát annak úgy van hangulat, hogy zarándok szállásra mész be, ott horkolnak mellette. Tudsz egyébként pihenőket venni egy-egy ilyen kis panzióban, szállodában, ha már nagyon kivagy. De azért az úgy jó, hogy ott azért behúzódsz egy-két zarándok szállásra. Néha nem muszáj, tehát hogy nincsenek ilyen követelmények. Nem, Balázs mindig eltűnik majd egy-két órára, hogy elfogyassza a szerény kis degustációs menüjét a legközelebb Michelin csillagos étteremben, tudod, miközben ők meg ott nyomják be a izéket, sajtos szendókat, meg a izéket, szeletkenyereket, meg a meleg vizeket. Már kinéztem, hogy hol szállok majd meg. Na, nézzük, mit írnak a hallgatóink így kora reggel, hiszen már jönnek nekünk SMS-ek, annyira drágák, gondolnak ránk és írnak nekünk. Hiszen már kora reggel van. Azt mondja, hogy tavasztól 4.15-től 4.45-ig 3 km heti 3-szor. Szép napot, Zsolt. Ez most sétálja, vagy gyalogolja, vagy futja? Nem az a lényeg, az időpont. 4.15. 4.15-től 4.45-ig 3 km, valószínűleg fut heti 3-szor. Kemény, szép teljesítmény. De jól csinálod, Zsolt. Hajrá. Bali, tegnap a honfoglalóban azt kérdezték, mikor születtél. 84-et tippeltem, a nyertes 76-ot. Hát, okay. 84 azért az erős túlzás, a 76 az közel van. Most is esik már a szimbola. Itt régen nem műveltségi kérdések régen voltak? Babit csak kérdeztek rá, nem Sebestyére. Csak mondom, gyerekek, hogy akkor... Vagy Tinodi Lantos Sebestyére. Ezek szerint akkor általános műveltségi kérdés lettem? Bizony. Hát... Hát nem, kérdés lettél. Na, hová tart ez a világ? Menekülő kérdés, tud. Ha már engem kérdeznek a... Sobert Norbi már nagyon régen kérdés. Nem már. De. Nagyon, igen? De. És az a kérdés, hogy melyik szót mondja Norbi? Jéka. Agassi, elment már? Nem tudom, de már nagyon liek. Hogy, tehát, hogy mit kérdeznek a Norbi? Hát, hogy kivel van üzleti kapcsolatban? Andéval? Rafával, Andéval, vagy Boris Becker? Igen. Vagy Björn Bolga. Na, figyelj, ha akarod, feljelentem ki? A kérdést. A kérdést jelentem, mint hibást. Mikor nem, hát a nyertes 76-ot mondta, de hogy... Öregbíteni akarsz, vagy fiatalítani? Nem, gondolom a 77 jött ki, csak a nyertes 76-tal nyert. Na, ugye 77-es vagyok. Mert ott, aki közelebb van, az már nyert. Hát, ha jól tipp, van olyan, hogy akkor közelebb tippelsz, akkor nyersz, igen. Igen. Persze. Hát ott van a tippelős kérdés, ha közelebb tippelsz, van, akkor nyersz. Igen, és ráadásul az idő is számít. Tehát, hogyha mind a kettő jól tudjátok a választ, akkor, gyorsabb. Az győz, aki gyorsabb. Aki gyorsabb. Jó játék egyébként, igen. Azt mondja, hogy... Igen, az oroszok is nagyon szeretik. Igen. Nekem a futás kimerül annyiban, hogy mikor jó idő van, megfordul a fejemben, hogy futni kellene, télen hidegben meg se fordul, írja egy hallgató. Bali, motoros vizsgát mikor lesz itt a jó idő? Hát ki kéne töltenem néhány tesztkérdést, hogy úgy menjek be, hogy tudjam. Egyelőre sehogy nem állok a motoros vizsgával. Ha Grécsi László hallgatna benneteket, sírna a nevetéstől. Óceánárium. Ez a jó megoldás. Óceánárium. Óceánárium, vagy óceánárium, de óceánárium. Az is jó, óceánárium. Óceánárium. Nagyon jó. Van. Te, ha van egy prospektusod, elég, ha rábuntatsz, nem? Ide menjünk a hétvégén. Ide mutatom. A rohadt nagy akváriumban. Nem tudsz olvasni? Ahol cápák vannak, kisfiam, ahol cápák vannak.
Minden a kocsi várjász, Bali, hogy gyalogolnál 800 kilométert? Nem mondtam, hogy gyalog mennék. Egy szóval nem mondtam, hogy gyalog mennék. Konténerbe le van szervezve, Hamburgból megy ki az autóm. Egy szóval nem mondtam, hogy sétálnék. Ennyi. Mondjuk viszonylag nehéz lesz ezeken a kis ösvényeken így elhaladni, meg mit tudom én itt. Az lesz, hogy hátizsákos zarándok 50 pont, ha szélvédőn. Időzarándok hátizsák nélkül 100 pont. Ha szélvédő landol, fiatal zarándok az csak 20 pont, és hány pontot tudok összegyűjteni Finisterig az autóval? Fölteszek egy gajvédő rácsot. Meg egy keresztet az elejére. Tettem! Mi hülye, le tudsz fölteszni, hogy olvasd, akarod már az úton. Tettem! Hát ez se normális. Hé, csuhás! Igen. Hihetetlen durva. Mi tart ebbe 3 hétig? Nem értem ezeket a zarándokokat. Mi tart ebbe 3 hétig? Igen. Jó a kérdés, ezt még nekem is helyre kell tenni, igen. Na jó, van, hogy állunk játékban? Vagy játékkal? 1-0, tegnap én játszottam. Nyertél? Aha. Helyes. Így van. Igen? Mertem én nem nyerni. Hát? Most hétfőn. Gyerekek, oda kell tenni. Aki játszana velünk, írjon SMS, tessék nyugodtan arcoskodni, kihívni bennünket játékra, nyugodtan megbántani minket idézőjelesen. És aki jó? Tudja, az írja meg, hogy az LKM-on van-e végig wifi. nagyon fontos. Különben nem megy el Balázs. Nincs értesség, wifi van. 3G, rosszabb esetben wifi, bármi jó, gyerekek, jó? Bármi jó. Magamra van eddig a gondolataimban wifi van. Nem ismered te ezt az oldalamat, nem ismered. 3G is jó nekem, nem csak wifi. Fél hét múlt pontosan 5 perccel jövünk a reggeli hírek után. 9 perc múlva pontosan 7 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek. 77-es út mindkét irányba lezárva. Nemes Vámosnál van egy baleset. Utcácosz. Szurda küldte nekünk. Köszönös, nagyosz. Kamion az árokban M1-es Győr irányába 73-as 74-es kilométer között egyelőre leállósra foglalt, de még nem mentik. Földlakó küldte nekünk, valamint mérnek az M3-ason Rekettyés és pihenőnél Nyíregyháza felé a MOL kútnál. Jó gyerekek, ott is mindenki nagyosz, vigyázosz. Nagyosz, vigyázosz. Jó? Hol a bugisz? Bugisz, melyik bugisz? A bugisz? Ja, bugi, itt a bugi. Ez itt a bácska. Jön a feeling. Adja neki, Zsuzsi, milyen csinos ma reggel. Bizonyám, csak nem néz ki rosszul. Nem néz ki rosszul. Akár ez se rossz, de azért Zsuzsi jó. Az, igen. Akár ez szedjen egy kis vasat, olyan, mint a vérszegény lenne, nem? Hát egy magasabb nő mellett állni minden reggel. Ugye, csápadt a Robi? Aha, picit szápott. Szápott. Szápott a Robi. Robosz, szápos. Picosz. Picos, szápos, robosz. Ugyosz? Janosz. Igazosz? Mondasz. Nem, már úgy osztom. Igazosz? Mondasz, Janosz. Robosz, szápos, kicosz. Az. Zsuzsosz, csinos. Na. Telenosz, loszokosz. Játszosz, kicosz. Fehosz, feketosz. Mehetosz, játékosz. Hallgatosz, yes, játékosz. Itt van vonalban. Hajrosz. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt. Jó reggelt. Hello, szia. Kati. Igen. Hello, Kati, honnan hívtál minket? Sajó Petiből. Sajó Petting. Sajó Peti. Igen. És mit szól ez Sajó Peti? Na jó, hagyjuk a rossz. És Peti tud erről, hogy benne vagy? Nem, és semmilyen Peti a környéken sem. Nincsen. Jó, azt hittem, hogy van a Horváth Peti, a Sajó Peti, és te a Sajó Petiből telefonálsz. Ez egy érdekes játék lenne egyébként. Kati, mivel foglalkozol? Mit csinálsz? Tanulsz, dolgozol, otthon vagy? Dolgozok, összeszerelő operátor vagyok. Összeszerelő operátor. Hmm. Jelentsen ez bármit. Hát ez, de amikor szétszedik a beteget, utána ő rakja össze operátor, érted? Igen. Nagyon szép megfejtés. Felelősség teljes munka. Kivel szeretné játszani, Katosz? Balázsral. Velem osz, rendben osz. Igen. Indítosz játékosz, János? Okosz, hol a stopperosz? Játékosz indítosz, Katosz felkészülosz. 3-2-1-1, fire osz. Itt vagyok, Kati, drága. Na, kérdezel? Itt vagy? Haló? Itt vagyok, csak nem jól hallok, tudnál hangosabban beszélni? Persze, de már nyomom is a tapsot magamnak. Nem jól hallok. Nagyon jó vagy. Azt sikerült mondanod, hogy nem jól hallok. Kati. Amiből a hallak, a tiltott szó. Katikám, drága vagy, kimondtad a nemet, azt mondtad, hogy nem jól hallok. Ezt be is robbantottad az elején. Au. Igen.
Ez nekünk is fájt, de szerintem neked jobban. Éreztük, hogy gondolkozol, éreztük, hogy görgeted, hogy mi legyen az erős mondat, amivel megfogod a Balást. Puff! Igen. Kati, keveset tudtunk meg rólad, és ez egyelőre így is marad. Itt vagy? Itt vagyok, csak szomorú vagyok. Ó, édesem, te most picit elkenőttél, ne haragudj, de hát tudod, hogy ebben könyörtelenek vagyunk. Minden másban azért látszívűek, de fekete feje nekünk egy óriási presztízs harc, mióta tavaly elvesztettük ezt az univerzum királyát, azóta muszáj, muszáj mészárolnunk. Igen, muszáj. De nem okozol magadban kárt azért a mai napon, nem? Nem. Jól van. Katikám, elköszönünk. Jó, köszi a játékot. Köszi, sziasztok. Ciao. Szia. Ölelünk, puszilunk mindenkit Sajó Petriben. Na, most vesztettünk el egy hallgató gyerekek. Hát ha emiatt. Nem, egész Sajó Petrit elvesztettük. Sajó Petri ellenünk fordult. Remélem, hogy Sajó Ládot azért még megőrizték. Na gyerekek, azt mondja, hogy M6-os Pécs felé cserés hullaszak, ez Brünci küldte nekünk, valamint az M3-oson a 193-as pihenőnél Nyíregyháza felé mérnek a rend őrei, Pisti üzente. Na, visszamentek. Visszamentek a tegnapi nap után. Igen, ma már nem volt sok rendőr, gyerekek, minden rendben találtam én is reggel. Ami drága Nógrádi Györgyünket hívjuk majd a hírek után, nagyon szeretünk vele beszélgetni, mert hogy eljutott hozzánk az a hír, hogy kiképző táborok őrzésében vehetnek részt magyar katonák Kurdisztánban, és hát a feladat egyáltalán nem veszélytelen, mert az iszlám állam ugye többször is megfenyegette a nemzetközi koalíció tagjait, hogy bizony bosszút áll azokon, akik részt vesznek ilyen és ehhez hasonló hadműveletekben. A nemzetközi koalícia? Nemzetközi koalíciát. És arról beszélgetünk egyet, hogy mi a fenének megyünk mi oda, és miért kockáztatjuk-e azt, hogy felkerülünk mondjuk az iszlám állam térképére, vagy ne adj Isten, az iszlám államból valaki ide jön, és azt gondolja, hogy ő mondjuk Magyarországon egy a De============ téri metró megállóban szeretne mondjuk bosszút állni azért, mert mi ilyen élethelyzetekben veszünk részt, és hát mennyire vannak veszélyben a magyar katonák, akik mennek ki Kurdisztánba. Nógrádi úr azért jókat tud erről nekünk mondani. Nagyon kíváncsiak vagyunk rá, hát ugye az iszlám állam az utóbbi elmúlt több hónapban azért rengeteg olyan videót tett föl az internetes portálokra, ahol azt láttuk, hogy kivégeznek különböző embereket, akik valamilyen formában szembe kerültek velük. Hát mi nem nagyon szeretnénk látni magyar katonákat ilyen helyzetben. Így van, úgyhogy erről beszélgetünk, hívjuk Nógrádi Györgyöt a hírek után, 3 perc van pontosan 7 óra, várunk friss közlekedési híreket, mi pedig jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt, 11 perc. Jó reggel! Hello, bello! Kívánok mindenkinek! Itt vagyunk, hello Feri, hello Jani, hello! Hello, bello! Sziasztok! Drága hallgató! A tűzik idej Jani volt. Így ja. Mondom. Igen. A írjátok, hírek alatt. Írjátok, hogy egészségedre Feri, de nem. Ez nem Feri volt, ez Jani volt. Egyszerűen a visszatartott habci impotenciát okoz. De így van, János is olvasta ezt a cikket. Én komolyan mondom, ezt valahol olvastam, hogyha te elfojtod a tűszögést, akkor az impotenciát okoz, és pont arra gondoltam, amikor János habcizott, hogy valószínűleg ő is olvasta, és ezért hírek ide, hírek oda, te nem fogod ezt vissza. Ez még rémet is. Hírek ide, hírek oda, nem fogod ezt vissza. Itt egy habci, ott egy habci. Hátja, úristen. Itt egy habci, ott egy habci. Reméljük, hogy nem kell vakcina. Na, mi is itt vagyunk. Szóval, hogy igen, nem szabad visszafojtani, nem szabad visszafojtani. A kutya fáját, a teringetét, hát nem szabad visszafojtani. Hát így is tettem. Mármint nem. Illetve de, nem tettem, mert nem folytottam vissza. Így van, nézzük a közlekedési híreket, mit írnak a hallgatók, hol mi van, egyelőre nyugi van. 193-as kilométernél a pihenőből Nyíregyháza felé mérnek a rend őrei, ez ugye nyilván az M3-as Pisti köszi. Szekszárdról kifelé a temetőnél rendőrautóból szintén trafi, üzente nekünk Dávid. Aztán 77-es út mindkét irányban lezárva, nemes vámosnál baleset miatt Surda üzente ezt nekünk, kamion az árokban, M1-es Győr irányában a 73-as 74-es kilométer között egyelőre a leállósabb foglalt, de még nem mentik földlakó üzente nekünk, Harkányban pedig szakad a jég, kb. Borsó nagyságú, puszi Bogi. Ezt most olyan nehéz elképzelni, gyerekek, Budapesten mondom azoknak, ahol esetleg be van borulva, és esik az eső, vagy lóg az eső lába, gyönyörűen süt a nap, hétágra süt a nap, jó idő van, és, hát. És jön a tavasz, és. Hát vagy kiszűrődik a stadionból annak a mesterséges világításnak a fénye, amivel fontos szintetizálásra készítették a gyepet. Ja, hogy nem az is süt a nap, csak ez? Valójában. Simán lehet.
És azt akartam kérdezni, hogy most van valami játékunk, aminek az volt a kérdése, hogy azoknak a nőknek, azoknak a hölgyeknek, akik megnyertek egy pár szépségversenyt, mi a kedvenc városuk? Nem ez volt konkrétan a kérdés, de a válasz az, amit te mondtasz. Hol látták legutóbb Miss BKV-t, és mindenki elküldte egy Dubáj. Tehát, hogy jött a 600 Dubáj SMS jött, igen, ez egy játék, ugye? Egy fapados légitársaság játék, amely? Így is van, szerintem ezt a dubai desztinációt csak azért nyitották, hogy a jányaink olcsóban tudjanak kiszaladni. Simá. Gyerekek, olyan akkora kereslet Dubájra, hogy... Igény volt rá, hát akkor megnyitották. Összesz egy Budapest Dubáj járatra, és 23 éves lányok ülnek. Ülnek fő nagyon kisminkelve. És nyilván mindenki napozni megy és pihenni, nem? Visszafelé jobb ruha, kicsi ékszer. És erre ráérzett a fapados légitársaság, aki ugye desztinációt nyitott Dubáj felé, mert érezték, hogy itt olyan a kereslet, hogy egyszerűen nem mehetnek a lányok Isztambulon keresztül, hogy Budapest, Isztambul és Dubáj. Budapest, Dubáj. Hát ez... De a mi lányaink nem járnak oda. Ne. Hát a tiéd meg az enyém nem, az enyém még túl kicsi hozzá, nem tud így pénzt keresni apának, a tiéd egy rendes hiány, tehát azért ennyi, nem, de... Érted. Hát egyébként már Dubáj nem annyira menő. Nem, én azt hallottam, nem. Svájcba járnak nagyon sokan, Németország, északi államok. Tehát Dubáj kicsit lecsengőben van, most már sokkal inkább más desztinációkat. Szófia, Tirana, Bukarest. Igen. Szóval más desztinációkat kell nyitni a légitársaságnak, mert hogy nem Dubáj már az első számú hely, ahova mennek. Most mit tagadnak? Most Svájcet. Mondom, hogy Svájc, és ez hasonló. A svájci sejkek jól fizetnek, mert ugye oda azért mentél, mert ott a svájk az, hogyha, vagy sejk. A svájk. A sejk bőkezű tudott lenni, ha te így van. Ugye hát kész voltál bizonyos dolgok. És akkor most máshol játszák, van ott a svájci sapka, nincs rajta a svájci sapka, van ott a svájci sapka. Felöltözött, levet között. Igen, szóval álltak most ez van, de hát ezt olyan szakértőkkel beszéltem ezt át, akik nálam sokkal jobban űzik az ipart, és értenek hozzá. Olyan szállítanak, ja. Lánykák és hozzátartozók mondták el, akik azért előszeretettel mennek. Már nem én beszélgettem elő, csak ismerek valakit, aki hallotta, hogy a Józsimnak mondta a Katika, így hogy van. Ő most Svájcba jár. Úgyhogy ez az új irány, gyerekek. Na, hát gyerekek. Szerintem is. Ugye? Eddig egyetértünk. Eddig jó vagyok? De hagytál egy pici időt a hallgatóknak arra, hogy megemészszék a hallottat. Éreztetem nagyon-nagyon rutinosan a témaváltást. Éreztetem, hogy innentől kezdve van egy pici levegővételnyi szünet, és mással megyünk tovább. Dubájt elengedtük. Ő Jason Statham testvére, az éreztetem. Mert így mondtad. Éreztetem. Így van. Éreztetem. Éreztetem és Jason Statham, így van. De a féltestvére. Kellene csinálnunk egy témaváltás jingle-t. Jó, csinálok. Szerintem legyen már egy olyan jingle-ünk. De már egyszer volt. A múlt héten megbeszéltük, hogy mi lesz mindig a témaváltás. És A nyerítés. Aha. A nyerítés. Tehát mindig nyerítéssel mondjuk a témaváltást. És most? Na. Hihető, hogy ez után komolyan fogunk beszélgetni Kurdisztánról. Egyébként tényleg jó. Hallgatóink tudják, ez a témaváltás. Jó, mindig ezzel jelzem, hogy témaváltása. Szóval Dubáj után... Átnyergünk egy másik témát. Így van. Nógrádi Györgyöt hívjuk, mert hogy szerintem, aki kicsit is foglalkozik külpolitikával, és követi például az orosz eseményeket, vagy éppen most ugye... A legújabb fantasztikus ötletet, miszerint menjenek magyar katonák Kurdisztánban, megvan a véleményem, és felhívjuk Nógrádi György biztonságpolitikai szakértőnket, hogy átbeszéljünk vele egy-két dolgot. De mielőtt belemennénk abba, hogy mit jelent az, hogy magyar katonák szerepet vállalnak majd Kurdisztánban, ugye, ami tulajdonképpen nyilván ti is tudjátok, hogy ez nem egy ország. Ugye nyugtassatok meg, hogy azért ennyire vagytok műveltek. Köszönjük, hogy ugye nem gondoljátok, este. Hogy Kurdisztán egy konkrét ország lenne, tudjátok, hogy az egy hegységekkel tarolt övezet, Törökország, Irak, Irán határvidékén. Ugye nem kelljük. Részletekbe belemenni. De jó, hogy vagy nekünk, de na, nagyon jó. Viszont előtte, gyerekek, erről a Nemcov ügyről beszéljünk egy kicsit, mert én megnéztem azt az egyetlen egy ipari kamerát, ami működött, mert állítólagosan azt olvastátok, hogy karbantartás miatt. És pont a krem felé néztek, és ott takarították az üveget. Karbantartás miatt a többi kamera nem működött. De volt egy, ami működött. Egyetlen egy. Hogy nem, a többi karbantartás miatt nem működik. Furcsa véletlenek ezek egyébként, nem? Eléggé, meg az is, hogy nem ért ki a rendőrség időben. Holott szerintem, ha valahol van rendőr, akkor a Kreml az azért az. 12 percig nem messze. Jöttek meg. A világ egyik legjobban őrzött objektumáról beszélünk. Igen. Hogy nem az egyetlen ipari kamera felvételét kitakarta egy olyan hókotró,
ami éppen akkor takarított ott nagyon, és pont semmi nem látszik az egészből, mert a hókotró mögött történik a dolog, hát hogy nem pont arra ment. És hát elolvasva itt egy-két Putyin ellenlábasának az élettörténetét, azért elképesztő, hogy kik hogyan vesztették már úgy az életüket egyébként, hogy ugye felszólaltak, vagy politikai aktivisták voltak, pártot alapítottak, bejelentették az indulásokat különböző választásokon, vagy éppen jelöltették magukat, hogy egyszer hogy tették el őket láb alól, mindenféle teketóriázás nélkül, aztán a gyilkosok legtöbbször nem lettek meg, vagy bemutattak egy agyonlőtt holttestet, hogy tűzpárbaj közben elesett, ő volt az, köszönjük szépen, az ügy le van zárva. De döbbenetes a dolog, és hát ugye most azt mondják, hogy nem képviseltő jelentős politikai erőt, meg hogy nem voltak mögötte olyan nagyon-nagyon sokan. Nekem a legszebb magyarázat volt az elmúlt napokban az, hogy nyilván nem köthető a gyilkosság ugye Putyinhoz, hiszen az nagyon átlátszó lenne. Volt egy ilyen magyarázat. Így ültem a monitor előtt, mondom, te, ezt tanít, ezt egyetemen tanultad, vagy honnan? Érted, hogy nyilván nem köthető hozzá, nem is feltételezem én egyébként, mondom, halkan, csak hogy azért ez ne legyen már egy indok, hogy egy mennek. Hát valaki bajba akarja keverni, rá akarja terelni a gyanút. Például az ellenzék. Ezért megölnek egy ellenzéki politikust. Hogy van azért az, hogy nem terelhető Putyinra, de azért az elmúlt 6-8 évben olyan 8-10 szisztematikusan egyébként életüket vesztették. Érdekes módon mindenki olyan volt, aki mondom, vagy pártot alapított, vagy bejelentette, hogy indul, vagy Putyin egyik legnagyobb ellenzője volt, vagy hangot adott a véleményének, és valahogy senki nem tudott politikai karrierjében kiteljesedni, mert mindenki vagy autóban esetben, vagy ismeretlen támadások által, vagy ismeretlen tettesek által, vagy éppen hát hogy is mondjam, különböző anyagok szervezetbe jutatásával egyszerűen meghaltak. Eltűntek. Szóval ez is érdekes, valószínűleg a gyilkos soha nem lesz meg, soha nem tudjuk meg, hogy mi történt. Mindenesetre Putyin most nagyon mondja, hogy ki kell vizsgálni az ügyet. És hát ő is követeli. Mint ahogy egyébként Obama meg számos más politikus is. Na mindjárt megkérdezzük, mit gondol erről a mi szakértőnk. Itt van Nógrádi György, biztonságpolitikai szakértő. Jó reggelt kívánunk, Nógrádi úr! Jó reggelt! Elmúlt percekben titeket hallgattalak, 3 megjegyzésem van, 1. Csak ne rúgjon belénk, tanár úr, itt rögtön az elején. Köszönöm. Tanár úr, mi egy 3-asra vizsgázunk ma a beszélgetés után, nekünk az már jó. Nekünk az már jó. Oké, rendben. 1. Sokkal szebben nyeritek, mint ti. 2. A kurdok ennél összetettebbek, de jelezni szeretném, hogy 2 hét múlva lesz a kurd nemzeti ünnep mindenütt a világon, de igazatok van, állam nincs. 3. Én elhatároztam, hogy segítek az oroszoknak a nyomozásba. Több barátommal együtt úgy döntöttünk, hogy ezt az ukrán szépség királynőt befogadjuk magunkhoz. Hetente másod fog lakni, és megoldjuk a problémát. Jó, hát akkor már az ukrán szépség királynőt említetted egyébként, igen. Hogy van az, hogy 3 napig azt mondták, hogy fogságban van. Aztán azt mondják, hogy nyilatkozott. Aztán azt mondják, hogy egyébként a sajtó fölhívta az anyukáját, sírva elrohant, aztán azt mondták, hogy nem találják. Tehát 4 teljesen ellentétes információt olvasott ez a szegény ukrán kislány esetével az ember, és nem tudtam, hogy mi az igazság. Ma éppen azt olvastam, hogy már nyilatkozott mindenkinek, tegnap este még az, hogy egyébként, igen, ma, hogy megszólal a sajtónak, tegnap még, hogy ismeretlen fegyveresek tartják fogva valahol. Ez nagyon nagy a katyfaszi. A válaszom az, hogy készülve rátok, végignéztem, hogy éjjel ki mit jelentett. A világ legnagyobb hírügynökségei teljesen mást mondtak. Tehát a lényeg az, hogy a hölgy most már visszautazott Ukrajnába, azt mondta, hogy egyetlen vágya van, hogy találkozzék a mamájával, mivel 23 éves és baromi jó a teste, feltételezem, most én tudom, hogy rossz indulatú vagyok, hogy ez néhány nap, utána azért majd másokkal is fog találkozni, de tény az, hogy ő a volt miniszterelnök helyette szeretője volt, és tény az, hogy elvetette a gyerekét Svájcba, tény az, hogy egy bomba nő, és tény az, hogy volt miniszterelnök helyettes, értelmes, a vagyonát a privatizációval szerezte a Jelcin mellett, és Oroszország legjobb női voltak a barátnői, tehát rengetegen irigylik, többek közt én is. Hát igen, mondjuk most a kislánynak szerintem a legkevesebb gondja a párválasztás, éppen ott valaki 4 vagy 6 golyóval lelőnek valakit melletted, miközben a hídon sétálsz, azért az nagyon kemény. Érdekes, hogy ő életben maradt. Igen, csak pont ez a lényeg, hogy ezek a palik profik voltak. Tehát úgy lőtték le a parit, hogy a csajnak semmi baja nem lett. Azért tisztázni kell. De közben pedig mindenki azt mondja, illetve a legfrissebb hírek, bocsánat, hogy szabadba vágok, hogy ezek amatőrök voltak. Igen. Nem lehettek amatőrök, én néztem azt a felvételt, ami úgy, hogy működik. Ha amatőrök lettek volna, akkor legalább egyszer-kétszer
egyszer eltalálják a csajt, a másik pedig az, hogy kérdés, hogy a csaj mire emlékszik, hát azért ezeknek az embereknek van arca, még akkor is, ha sötét volt, még akkor is, ha lelőtték, 7 golyót kapott, ha volt miniszterelnök helyettes, és pillanatok alatt meghalt. Az összes többin lehet vitatkozni, lehetetlen megmondani, gyakorlatilag a probléma az, hogy mindenkinek az volt az érdeke, hogy ez a pari meghaljon. Így kezdődnek a problémák. Én reggel elolvastam az Obama interjút, azt mondta, hogy reméljük, hogy elolvastam a német külügyminiszter Frank-Walter Steinmeier. Senki nem mondja azt, hogy kilőtte le, vagy kilövette le, mert abban a percben az orosz kapcsolatok megromlanak. De mindenki sejtetni engedi, hogy nagyon sok erőnek érdekében állt a Nemcov megölése. Zárójelbe jegyzem meg, hogy ő belülről kritizált. Aki kívülről kritizál, annak mindig több az esély a túlélésre. És ő aznap 3 órával a halál előtt adott egy interjút a Putyin ellen, és pár órával később akarta nyilvánosságra hozni, hogy orosz csapatok vannak Kelet-Ukrajnából. Zárójel. A világon mindenki tudja, hogy orosz csapatok vannak ott. Tehát ez egy teljesen normális dolog, de ő belülről akarta rendszerbe rúgni. Rengeteg ember érdekeit sértette. Hogy nem hirtelen a halála után azonnal rendőrök jelentek meg a lakásán, és lefoglaltak egy csomó bizonyítékot, amit azóta se látott senki. Természetes, ez megint a játékszabályok része, nyilván a bizonyítékok, vagy azok közül azt, aminek nincs súlya, vissza fogják adni. A Putyin rendkívül ügyesen elment az édesanyjához, és elmondta azt, hogy kivizsgáltat minden, nem is tehet más. Tehát ilyen esetben mindig játékszabályok vannak, ezeket a játékszabályokat tartják be, azt kell látni, hogy Oroszországban teljesen. Ez most nem volt tudatos. Behallhatszott egy nyerítés, nincs témaváltás. Az hogy van azért az, hogy az elmúlt 5-8 évben az ellenlábasok valahogy azért mindig ellettek téve lába alól? Tehát vannak egy rendkívül furcsa magyarázata, ahogy én látom. Gyakorlatilag annyit kell látni, hogy ebbe az Oroszországban 20 év alatt, elnézést kérek, másodrangú államfők voltak. Volt egy Gorbacsov, végtelen jó szándékú, fogalma nem volt a politikáról, és szétverte a Szovjetuniót. Jött egy Jelcin, aki alkoholista volt, és olyan részeg volt, hogy nem lehetett vele tárgyalni, és az orosz léleknek megfelelően, ezt nagyon nehéz Budapestről megérteni, jön egy kőkemény Putyin, aki rendet rak. És ez a rendrakás az átlag orosz számára szimpatikus. Tehát nem véletlen, hogy Putyin népszerűségindexe 80-valány százalék, és senkit nem érdekel, hogy egyébként mi történik. De visszaszerezte a Krímet, vagy megszerezte, de Kelet-Ukrajnába kiáll az oroszok mellett, stb. Tehát mindaz, ami 20 év alatt történt, az a Szovjetunió szétverése volt. Itt a lényeg. Tehát az átlag orosz elvárja, hogy a birodalom ne a 16. századi határainál legyen, ami ma az amerikai cél. Ha Ukrajnából kinyomják az oroszokat, akkor Oroszország visszamegy a középkori határokhoz. Ez a lényeg. Jó, szerinted ki volt? Tehát ha te egyet tippelhetnél, szerinted ki tette el lábbaló, vagy ki tetette el? Kennedy. Na most ügyesen kikerüled a választ, félsz? Bárki lehetett. Sötét utcában laksz? Bárki a mai hatalomból, lehetett bárki az ellenzékből, hogy megszabaduljon. Mivel millió szeretője volt, lehetett bármelyik szerető, aki úgy érezte, hogy a franc egyemek tegnap velem szeretkezett. Jó, azért ez a szerető teória, hogy éppen nem működnek az ipari kamerák, éppen ott van egy hókotró, pont kitakarja a gyilkosságot, pont nem látunk semmit. Ha én megnézném a moszkvai ipari kamerákat, akkor azok 80%-a nem működik. Azért játszunk felről, hát azért Moszkvában rengeteg dolog működik. Pont a Kreml környékén engedik, hogy ezek a kamerák pont akkor karban tartják. Tehát ha most valaki korrektül megnézné, most én aljas leszek, a világon mindenütt vannak riasztási rendszerek szintidővel. Ha ezt valaha éles helyzetbe kipróbálnák, kiderülne, hogy 10-ből 9,5-szer semmi nem működik. Tehát nem a Kreml környékén nem működnek ezek a rendszerek sehol. Hát ha megnézem a londoni merényletet, akkor London esetében 10-ből 9 kamera működés, máshogy mondom, gyengén működött. Ha megnézem a világ eseményeit, akkor mindig mindenki okos utólag, de nem előre, ez a problémám. Hát mondok egy aljasságot. Obama azt mondta 4 nappal ezelőtt, hogy nem létezik iszlám terrorizmus, csak egyéni terroristák, és azt mondta, ő is muzulmán. Mire felmérést végeztek Nagy-Britániába, és az ott élő muzulmánok 37%-a támogatta a franciaországi terrorcselekményt. Tehát teljesen más az elmélet és más a gyakorlat. A másik, feltételezem, hogy Putyinnak van annyi esze, hogy ki fogja vágni magát, annál inkább, mert senki más nem enged az események közelébe. Tehát azt fogja kihozni eredményként, ami számára optimális. Hát azt mond, amit akar. Hát a nyomozást úgy zárják le, hogy akarják. Persze. Egyik ilyen volt szeretőnek elképzelhető, hogy van 1 millió dollárja. Azt mondják, hogy ennyibe került ez a kis merénylet. Egyet tisztázunk.
egy 1 millió dollár ma Oroszországban nem nagy pénz, ugyanis az odamenny nyugati segélyek kölcsönök 90%-át ott is ellopták. Kettő. Ma Oroszországban rengeteg embernek van 1 millió dollárja, három. Azért nyilvánvaló, hogy aki ennyit áldozott, azt tudta, hogy miért csinálja. Még egy. Nekem nem meggyőződésem, hogy ez 1 millió dollár volt. Mi kerül annyiba, hogy valaki leszáll egy ócska kocsiból, agyulő valakit, beszáll a másikba és elmegy? Ennek a logisztikai megszervezését azért egy hülye gyerek, meg bocsánatot kérek, egy közepes képességű ember megcsinálja 10 perc alatt. Tehát ez nem zsenialitás, ez nem azt jelenti, hogy 3 kilométerről távcsöves puskával lőttem, stb. Közvetlen közelről a helyszínen kivégezték a palit. Hát igen. Ennyit a kurdokról. Most élet a nyerítés. Nem, mert most még téván belül vagyunk, csak átvándorlunk máshova, igen. Na, mit gondolsz a magyar katonákról? Kíváncsiak vagyunk. Ugye hát a cikk úgy szól, vagy több cikk arról szól, hogy magyar katonákra is vadászhat az iszlám állam, illetve felkerülhetünk a térképre, ha mondjuk valamelyik agyhalott beszabadul ide Európába, és azt gondolja, hogy akkor bosszút áll mondjuk azokon az államokon, vagy azon államunk lakosain, akik mondjuk részt vettek az iszlám állam életének megkeserítésében. Valós veszély lehet ez egyébként, hogy akkor náluk felkerülünk a térképre, ha mondjuk szerepet vállalunk? Na, különböző táborok őrzésében? Világos. Több dolgot mondhatok, válaszolok. Egy. Magyarország a NATO és Európai Unió tagja. Így van. Tehát nekünk ebben részt kell venni. Kettő. A magyarok voltak olyan bölcsek, hogy nem küldünk harcoló csapatokat, hanem őrző védőket küldünk, kettő bázist fogunk védeni, ha minden bekövetkezik. A számít az iszlám államnál, hogy harcolunk vagy tábor? Igen. Védünk? Igen? Hát, nem úgy gondolkodnak, hogy itt vagy ellenünk, vagy ha elkapunk, lefejezünk. Hát ha elkapunk, lefejezünk, de mi olyan területekre megyünk, amelyek távol lesznek tőlük, tehát ő elkapni nem tud. Aha. Lefejezni bárkit tud, hát mondjuk a magyarokat tipikusan nem, mert messze leszünk. Három. Ők civileket is fejeztek le azért. Hogy nem, sajnos rengeteget, rengeteget, azért egyet tisztázunk. Itt egy globális szembenállás van, amire szokás szerint rosszul reagáltunk. Egyszer mondjuk ki, az Al-Qaidát mi hoztuk létre, az iszlám államot mi hoztuk létre, nem ezzel a céllal, de mi hoztuk létre. Máshogy. Az elmúlt évtizedekben sokkal kevesebbet avatkoztunk volna be a világ különböző pontjain, akkor sokkal kevesebb problémánk lenne. 4 évvel ezelőtt az arab tavasznál, és ez mindennek most az alfája és omegája, az ott lévő diktátorokat megdöntöttük, azokat a diktátorokat, akik rendet tartottak, az országot ellátták, azokat a diktátorokat, akik nem tudták kielégíteni, amit kérünk, bármit mondtunk, már előtte megcsinálták. Lezárták a földközi-tengeri határokat, nem engedték át a migránsokat. A Kadhafinak azért kellett meghalnia, mert volt olyan barom, hogy bejelentette, hogy ő pénzelte a Sarkozy kampányát, ráadásul, amit mondott, az utolsó szóig igaz volt. Itt kezdődnek a problémáink. A jelenlegi helyzetben az amerikai elképzelés az, hogy 3 erővel verjük szét az iszlám államot, az iraki hadsereggel, amely néhány napon belül támadni fog Tikritnél, meglátjuk, a kurdokkal, akiknél rengeteg nyugati fegyver van, de csak olyat adunk oda, ami 30-40 éves és alavult. Zárójelbe jegyzem meg, a kurd mozgalmak lövik egymást. Tehát a háború után előre mondom, nem fogják visszaadni a nyugati fegyvereket, és a szírdemokratákra teszünk, de szírdemokraták csak papíron vannak. Ha lenne már erős lábon, ugye? Az a kis elméleted. Már hogy a tiéd, igen, de hogy ezzel fogjuk majd az iszlám államot megdönteni? Gyakorlatilag ez az amerikai elmélet. Az én elméletem Budapestről az, hogy az iszlám államot 2 helyi erő tudja megdönteni, a török hadsereg esze ágába sincs, és az iráni hadsereg, az iráni iszlám forradalmi gárda hónapok óta bement Irakba, csak helyhiány miatt nem hozza le a sajtó. Na, hogy érted, hogy a törököknek esze ágában nincs, neki miért érdekük? Hogy mert a törökök azt mondják, hogy 3 fő ellenségük van. Az első fő ellenség a kurd. Na most abban a percben, ha kurd az ellenség, akkor nem ürültem meg, hogy az iszlám államot verje szét, amelyik jelenleg harcol a kurdokkal. Aha. A második fő ellensége a mai szír vezetés Assaddal, tehát ő Assad helyére, aki Irán barát, egy török barát szunita vezetést akar. A harmadik fő ellensége az iszlám állam, de ez formális, a törökök csak az elmúlt napokban küldték vissza az odament nyugatiakat, akik át akartak állni az iszlám államhoz. 1400 embert küldtek vissza a törökök, de hónapokon át mindenkit átengedtek. 15-től 20 ezer külföldi harcol az iszlám állam soraiba, máshogy fogalmazva, ma már több a külföldi, mint a helyi, és elképesztő a brutalitás. Hát ez az ellenségem, ellensége a barát. Egyébként ez döbbenet, ez a fajta agymosás, hogy már milyen profin csinálják, hogy milyen profi használják a tömegkommunikációt, hogy élik el a saját hazájukban a fiatalokat, hogy vezetik át őket a Facebookról, különböző oldalakra.
Igazatok van, csak egy probléma van. Ma a muzulmán fiatalok Európában, negyedik, ötödik generáció vesztesnek érzik magukat, és tényleg vesztesek a lakáspiacon, az oktatásban, a munkaerőpiacon. Ezért jelentős részük fölvállalja, hogy kimegy és meg akar halni az iszlám kalifátus mellett. Ezt európai aggyal nehéz felfogni. Rengeteg középmódban élő 15-16 éves kislány kimegy, hogy egy iszlám harcos felesége legyen. Tehát semmit nem tudunk csinálni. Kettő dolog kéne. Egy, eldönteni, hogy Európában szükség van-e újabb külföldiekre, igen, nem. Kettő, az itt élőket integrálni. Papíron könnyű, a valóságban olyan sok 100 milliárd euróba kerülne, hogy egyetlen államnak sincs meg ez a pénze. Mondok egy megjegyzést. Franciaországban az ott élő muzulmánok 74%-a él a nyomorszint alatt. Svédországban a muzulmánok aránya 4%, de ők követik el a köztörvényes bűncselekmények 77%-át. Ha beszorzott, 96-szer annyi a valószínűsége, hogy egy muzulmán követel egy bűncselekményt, mint hogy egy idézőjelbe született svéd. Tehát elképesztő helyzetek vannak Európában, és Európa döntő része ma nem akar több embert befogadni. Hát hogyne, de ez egy nagyon nagy sakmat helyzet, ha azt nézzük. Tehát ők elkövetik a bűncselekményeket, mert nem fogadjuk be őket. Mi erre úgy reagálunk, hogy inkább kitaszítjuk sem, mint még jobban befogadjuk őket. Ők elkeserednek, elmennek az iszlám államba harcolni ellenünk, mert nem fogadtuk be őket, mi pedig azért nem fogadjuk be, mert ők követik el a legtöbb bűncselekményt, akár mondjuk Svédországban vagy Franciaországban. Mire volt az előbb, vagy tuk, vagy a tojás. Igen, tehát ez egy nagyon nehéz helyzet, ráadásul rengeteg állam. Na, és most még már a csillagot most hozzáteszed. Tehát nyom be a Pax tolladat így szépen, hogy hozzá tud tenni a csillagot. Rengeteg állam ugye nem is tesz azért, hogy a migrációs politikáján változtasson, lásd mondjuk Franciaország, nem? Tehát ők leginkább azt vallják, de most már ugye akár az Egyesült Királyságot is nézzük, hogy lezárni, kirakni, elhatárolódni. Hát ez csak további erőszakot szül. Így van, csak egy szépséghiba van, és akkor teljes a kép, hogy azok a fiatal srácok és lányok, akik elmennek az iszlám állam mellé harcolni, azok a harc után vissza fognak térni, boldogtalanok, és egy részük logikailag robbantani fog, és gyilkolni fog. És erre abszolút nincs Európa fölkészülve. Elnézést, csak most hétvégén Bréma, a német rendőrség megszállt épületeket, 360 szélsőséges iszlám harcos van ma Brémába, tehát egy közepes német városban. Ebből 20 már az iszlám állam oldalán harcol. 4 visszajött, 2 pedig meghalt. És ez egyetlen város. Már le kellett mondani karnevált, mert iszlám fenyegetés jött. Le kellett mondani drezdai tüntetést. Tehát olyan mértékben eszkalálódik a helyzet, hogy az átlagember követni nem tudja. Itt kezdődnek a problémák. Hát és amiről már sokat beszéltünk, hogy nem egy tőlünk távoli helyen zajlik a dolog, hanem visszajönnek, és itt vannak. És ez a legnagyobb baj, és ezt már a múltkor is mondtad, hogy erre Európa és az európai hatóságok, rendőrségek, különböző szervezetek nincsenek is nagyon felkészülve, se emberaparátussal, megfigyelni nem tudják őket. Ugye régen volt ez már, hogy valahol messze robbantanak, most éppen jönnek vissza, szivárognak vissza Európába, és itt készülnek lokálisan, Berlinben, Amsterdamban, de adj Isten, reméljük nem, Budapesten, Londonban, Párizsban különböző terrorcselekményeket elkövetni. Ebben ez a rémisztő. Pontosan, erről van szó. És erre nem csak a rendőrség nincs fölkészülve, a titkosszolgálatok elkezdtek információkat cserélni. A lakosság nincs fölkészülve. Elnézést, a párizsi robbantás szörnyű, meghalt durván 20 ember, nagyon szörnyű. De egy Európa megremeg 20 ember halálától, hát elnézést, Irakban naponta meghalt 2-300, nem vagyunk erre fölkészülve, Ukrajnában eddig meghalt 6000. Tehát mások a nagyságrendek, és mi ezekre nem vagyunk fölkészülve. Tehát ha ez bekövetkezik Európába, hogy ilyen szintű halálesetek lesznek, Európa nincs fölkészülve, és idézőjelben meg fog remegni. Hát igen, egyébként érdekes, amit mondasz, hogy Ukrajnában tényleg naponta százak halnak meg. Így van. És mindenki megvonja a vállát, aztán bemegy két bolond őrült egy szerkesztőségbe, meghal 15 ember, szegények, ártatlanok, és hónapokig Európa egyszerűen traumaként éli meg az esetet. Ez is így nagyon van. Érdekes, hogy tőlünk pedig 800 000 kilométeren naponta meg több százan, több ezre halnak meg, kérem. Senki nem csinál nagyon semmit. Nem? A Boko Haramot, ha megnézitek Fekete-Afrikába, több száz ember gyilkolnak meg naponta. Senkit nem érdekel. Miért? Mert nem Európa belső területén van. Igen. Tehát nagyon-nagyon, nem mondom azt, hogy kétszínűek vagyunk, álszentek vagyunk.
Tehát ami nálunk történik, az szörnyű, ami arrébb történik, hát Istenem, van ilyen. Itt kezdődnek a problémák. Hányas a feleletünk, tanár úr? 4/5 meg vagyok elégedve. Jó. 4/5 valami csillagot akartál rátetetni az ötösre. Csillagos 4-es. Köszönjük szépen, Nógrád György biztonságpolitikai szakértőnket hallottuk. Köszönjük szépen, tanár úr, köszönjük, viszont hallásra. Fú, nagyon érdekes dolgokat mond mindig, nem? Nagyon kemény is egyébként, megrázó. 7:30 volt, pontosan 8 perccel, hármas ugrást még nem, Óven bácsit viszont játszunk a hírek után, ha valaki szeretne játszani, jelentkezzen SMS-ben, mi pedig jövünk a hírek után. 10 perc múlva, pontosan 8 óra, szép reggelt kívánunk mindenkinek, hello Jani, hello Feri, sziasztok, jó reggelt! Jó reggelt, jó reggelt! Kávéztatok, ittatok, ettetek? Én most csináltam még egy kávét magamnak, aztán pedig majd betonom azt a kis lassan felszívódó szénhidrátokat tartalmazó zapkásomat, még reggel kevertem be. Nagyon jó. Két órája áll. Aha, mindig ezt szoktam. Zap, függő lettél te is, ez a helyzet. Egyértelmű. Gyerekek. Hónapok óta gyakorlatilag minden reggel zap. Diktálom az iramot, ez a helyzet. Van. Ez van. Mm. Ez van. Mm-hmm. Csak te mondjuk félúton mindig átúsz egy másik. Ez igen, én már rég lejöttem az abról, én már máson vagyok, de majd megmondom, mi vagyok, aztán szépen átjöttök arra. A kamion az Árogon, az M1-esen Győr irányában a 73-as kilométernél, aztán M3-as Nyíregyháza irányában a 146-os kilométer előtt sárfelhordás, óvatosan, mert csúszhat, bandita küldte nekünk, valamint M35-ös 19-es kilométer Budapest felé fotózás a pihenőből, ezt Evu küldte nekünk, mi pedig játszunk, már itt is van a játékosunk. Nem gond, ha nem vágod a párologtató bináris nyelvén. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakok vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a Párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt kívánunk! Szia, sziasztok! Claudia vagyok. Claudia! Szia! Szia, Klau! Hello, honnan hívtál minket? Gyömörérről hívtalak benneteket. Gyömöre? Aha. Győr mellett. Győr mellett. És mivel foglalkozol, mit csinálsz? Hát egy multicégnél dolgozom Győrben. Egy multicégnél Győrben? Mm, autós. Autós, négykarikás? Nem. Nem autós? Nem autós. Aha, akkor megvan. Hogy vág az eszed, ezt úgy szeret. Penge. És mit csinálsz? Mi a foglalkozás? Már hogy oké, a multicégnél, de azon belül mit kell csinálnod? Hát ilyen... Vagy úgy. Aha, az jó. Nem jut eszembe, bocsi. Régóta csinálod ezt a... Igen. Ma kezdesz? Azért felejtetted el? Vagy tegnap? Vagy hogy nem jut eszedbe, hogy mit csinálsz? Nem, mert annyira izgulok, hogy nem jut eszembe. Hogy nem jut eszedbe, hogy mit csinálsz? Aha. Figyelj, szerintem ma nem én dolgozom. Igen. Milyen Claudia vagy? Katona Claudia. Na, az még megy. Jó, akkor annyira nem vagy lefagyos. Mit csinálsz? Ez a cég egy ilyen olvadó biztosítékgyártással foglalkozik. Aha, de... Olvadó biztosíték. Olvadó biztosíték. Az jó, ha olvad a biztosíték? Az nagy, hát, illetve az nem jó, de megvédi a többi dolgot, ami van. Utána van. Igen. És akkor csak azt kell cserélni. Csak azt kell cserélni. Autóba gyártatok olvadó biztosítékot? Nem autóba? Nem. És nem. Te az olvadó biztosíték melyik végén állsz? Hát a hegesztés végén. Te hegesztesz, tényleg? De várjál, a hegesztés az nem terem elhőt, nem fog elolvadni a biztosíték? Még mielőtt. De ravasz van. Ugye? Ugye? Vagy. Logikus. És van hegesztő szemüveget felrakod, mint az Alien 3-ban, amikor jaj, elkaptál nem Ripley-t. Olyan, nem olyan. Nem, pont nem. Hegesztő. Igen. Az. Hát egy ilyen gépnél ülök, és akkor ott hegesztem. De ez nem olyan, mint a CO hegesztő felrakja. Persze. Azt a nagy... Figyelj, Claudia, és szeretsz hegeszteni? Szeretek. Az jó is az. Ez jó. Új, jó is az. Jó is az. Jól forgatod a pákát. Ügyes vagy. Jól áll a kezedben, jól áll a kezedben a páka. Amikor a szerszám meg az anyag ívet húz, te állj, de gyönyörű az. Az a kis ülés, öcsém. Micsoda kis varratok. Háj. Claudia. Na mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Beru néni, figyelj. Ó, Óven bácsi hegeszti Beru nénit. Azt majd pedig egy régi felvételt nézzék, még a régi szép időkből, amikor még egymásra söndörődtek. Hétvégenként legalább egyszer. Mutatjuk, mit énekelnek, figyelj! La la la! Ó, hát ez könnyű. Hát ez így bármi le. Itt vagy? Igen, itt vagy. Mutatjuk még egyszer, figyelj! Jó. La la la! Benne kapja. Scratchelek. Még egyszer kérhetném? La la la. Pedig
Micsoda elő. Micsoda dal volt. Hú, de jó volt. Szerintem hosszabbból. Oh. Szereted a hosszabbat? Ebből a dal részletből, úgy igen. Úgy értem, hogy szeretnéd a hosszabbat. Mutatjuk, igen. Figyelj. La la la. La 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 la. Ó, oh, Claudia. Azaz. Szomorú szamuráj. És az. Így van. A leges-leges, legnagyobb előadásában, aki nemrégiben elhagyta az országot. Bizony, de gyógyulni ment, visszajön. Visszajön? Hát, ne pesgőz. Iniko manami no meneka manamanekao. Ugye? Valami így van, igen. Így van. Ki tudja milyen nyelven. Ki tudja milyen nyelven. Claudia, megvan az ajándékcsomag, a bögrét viszont ki kellett, hogy vegyük belőle. Jó, oké, köszönöm szépen. Így is örülsz? Hát hogyne, nagyon. Na. Hát az jó. Kicsit sokan, sokan elkeserednek, amikor kivesszük a bögrét, de ennek örülünk, hogy te bögre nélkül is boldog vagy. Örülök nagyon. Örülsz, jól van. Igen, igen. Hát akkor köszönjük. Köszi. Én is köszönöm. Magadra. Sziasztok. Jó munkát. Sziasztok. Hello. Ciao, hello, hello, hello. Na tessék, ki tudja, mit mond? Aki most elmondja egyszer hogy helyesen. Hogy senki nem tudja elmondani. Mit mond, Feri? Minek a múzsi zsazamás. Tessék, mit mond? Iminiko mananarei. Persze, iminimi, szeminimi, jubatu, aminimi. Na, hogy már. Iminiko manamiko. Ja, nem az. Na, mennyivel jobb? Ininiko mananiko ananekare. Valami ilyesmit mond, nem? Ez már egyébként egészen hasonlított. Nem ezt mondja? Ininiko Ininiko ananiko amanakare. Nem valami ilyesmit mond? A mananare, az biztos benne van. Nem ezt mondja? Meg az aniko is. Na. Iniko mananiko mananere manano. Jó, ezt már SMS-be kaptam. De gyerek, ez hogy szült? Egyszer csak ült, ezt egyszer felmondta, és aztán megtanulta? Vagy hát valószínűleg megnézett valami ilyen japán filmet, ami nem volt szinkronizálva, és abból sikerült. Ilyen egyetlen japán filmben sincsen felé, hogy Iniko mananiko mananiko re. De. Mi? Ez jelent valamit japánul? Persze. Hagyjál már. Googli? Ja, azt mondja, hogy így fonetikusan? Akarjátok tudni, mit mond? Na. Itt van előttem. In Niko Mana Niko. Aha, tehát a Niko. Ma Nana Erej. Aha. Erej. Ezt mondjuk már a Noel is elmondja. A Niko az egy név. In Niko, ugye? És ez jelent valamit? Ez én vagyok Niko. Dehogy is. In Niko. Eniko. Iniko. Vagy In Nikol, vagy Eniko. És ez mit jelent? És ez jelentett valamit valamikor? Nem mondd már. De. Mit jelentett? Azt mondta, hogy ez az első slágerem, nagyon várom már a jogdíjakat, amit az Artis Jusz fog nekem utalni, ha egyáltalán bejelentem. Minden szecsuáni nyelvjárásban, persze. De ennek semmi értelme, gyerekek. Viszont szeretem, csak kíváncsi lettem, hogy ez hogy szülte. Hogy szülte ezt meg? Na mindegy. Jól van. Terjedek, mint a Pest is, fizest ki ezt is. Azt egy kb. Ezt. Igen. 2 perc, pontosan 8 óra jönnek újra a legfrissebb hírek, mi pedig jövünk a hírek után. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebesti Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 8 óra múlt pontosan 12 perccel. Szép reggelt kívánom mindenkinek. Kedv van, gyerekek, Budapesten süt a nap, reméljük a legtöbb helyen szép idő van. Igaz, hogy mondogatnak valami hidegfrontot, de egyelőre ennek nyomát sem látjuk. Jó idő van, napsütés van legalábbis itt Budapest felett, és reméljük így is marad. A hét közepére mondanak egy kicsit erősebb szelet hidegfrontot, de hétvégére már újra 12-13 fokot látok a kis applikációban, úgyhogy gyerekek, lehet, hogy végérvényesen megjön a tavasz, hát, és nem kell majd átülnünk 15-én egy másik autóban, mint pár évvel ezelőtt. Az még két hét. Lehet, hogy megússzuk ezt a telet most. Hát én nagyon bízom benne, hogy ez lesz. Egyébként szél most is van, tehát én azt gondolom, hogy ideális idő arra, hogy amikor meg hazamészek, a Benivel kimenjetek papírsárkányt teregetni. Papírsárkányt teregetni? Mikor csináltál utoljára papírsárkányt? Vagy mikor eregettél egy más által csinált? Eregetett, de már hál' Istennek szellőzte. Papírsárkány. Na, papírsárkány? Papírsárkányt nem csináltam, a Viki vett készen ilyet, és tavaly megpróbáltam körbe-körbe futni a kertbe, és nem tudtam rájönni, hogy kell azt fölengedni, mert nem volt szél. És Viki megvett, és én kiment, és elkezdtem körbe-körbe rohangálni. Hát, és találsz egy jó terméket. Körbe-körbe rohangáltam a kertbe, és nem értettem, hogy ez hogy megy föl. Aztán megfejtettem, hogy valószínűleg ez komolyabb szél kell, ami ugye alá kap. A gyerek hülyén nézett rám egy ideig. Például szélkálmán. A gyerek hülyén nézett rám 5 percig, lát, hogy körbe-körbe rohangálok, majd bement legózni.
És én még egy ideig körbe-körbe rohangáltam, de nem tudtam megfejteni, hogy miért nem megy föl a sárkány, miközben körbe-körbe rohantam, rájöttem, nézd, hogy... Nézd, Beli, nézd! Oda Beli, nézd, már oda leszek, nézd, a halod, négy, gyere be, Balázs. Balázs este 11 óra, légy, gyere be a kertből, csukd be az ablakot, és hagyd ezt a papírsárkány. De ez ilyen papírsárkány volt, ez ilyen játékboltban kapható, kész. Kifeszített, csak ki kell feszíteni a műanyagot, és akkor nejlon van rajta, a sárkány forva, és eregetett. De nem tudtam felengedni. Tehát nem volt sikerélmény, a gyerek még kétszer rálépett, aztán kidobtuk. Tehát nagyjából ez lett a vége. Mert jók ezek egyébként, amiket tudsz vásárolni, ezek tök menők, meg rögtön működnek, de azért annak van egy feeling, amikor telakosgatod össze mondjuk újságpapírból, meg hurkapálcákból, meg na, ilyesmi. Azt megnézném, hogy a mester otthon ragaszgatja. Ragaszgató, hagyjál már, már biztos megjárok ott ragaszgatni. Bemegyek, 80 forintért veszek hármat. Tehát miért ragaszgatnék én ott papírsárkányt? Hát nem. Na most mindegy, hát vegyél egyet, mert ez a szél viszont már alkalmas rá. Jó, vegyetek. Hagyjatok már engem békén, hát nem mindegy, hogy mit csinálok. Nem mindegy, hogy én mit csinálok. De jó, az olyan jó. Kis szép. Hát mennyi, aztán be az elregessé papírsárkány. A negyedikről nem lehet, hát be akarod a villanydrótba. Ja, ja, mondjuk nálatok azért nem annyira. Hát nehéz. Hát is igaz. Fúss el a 2 méteres erkélyen, hogy fölmenjen. De mi átok is van játszótér, nem? Hát nem, van. Szocializáltak már benneteket is, nem? Hogy mi? Mi az a szó? Mi a feléknek a játszótér, ez a vágóhíd. Isten, de az is igaz, gyerekek, oda mennek hétvégén, igen. Budai alsórakpart észak felé elesett, Eszter, drága vagy, hogy elküldted nekünk, köszönjük szépen. Aztán azt nézem, hogy a pesti rakpart is elesett, jött. Ez is SMS-ben, rengeteg Dubaj megfejtés, köszönjük szépen. Mozaik utca elesett a rakpart felé, ez ugyanaz. Víkon küldte nekünk, M3-as 132-es kilométerénél Nyíregyháza felé fotóznak. Áll a budai alsó rakpart, még egyszer mondom, köszönjük. Valami Koccanáson, Harasztinál Pest felé üzeni Szegál, és a 146-os kilométer előtt sárfelhordás van az M3-as Nyíregyháza felé vezető oldalon. Csúszik, hogy oldalán csúszik, úgyhogy mindenki vigyázzon ott is. Na, gyerekek, itt van a megfejtés. Mondja el nekem valaki, aki tud japánul, hogy ez mit jelent. Jó, mert megtaláltam. Igen? Figyelj, ez a megfejtés. Ezt mondja. Innikom manana nikum manana rei. Ezt mondja, vagy valami ilyesmi. Ah, manana erei. Manana erei. Ereje. Ez kamu, vagy valamit ez jelent? Biztos, hogy jelent valamit. Jelent valamit? Szerintem a mester üzenni akart valamit, tehát úgy kamu, hogy ez nem japó szöveg, ja, valami japó van mögötte. Hogy örülhetnek a japán? Japán szöveg, ahogy valami van mögötte. Hogy valami van mögötte, ennek van egy rejtett ez jelentése, egy titkos, amit nem tudunk, dolog. És ezzel üzent. Hát igen, mert azért Kozsó mégiscsak a magyar popzene Leonardo da Vinci-e. Én azt gondolom, hogy... Hát, most egy picit erősen fogalmaztál, de vagy, így van, így van. Vagy mégsem, már nem gondolok, lehet, hogy ez egy picit csok volt, de hogy szerintem biztos, tehát hogy ő csak egy ilyen kamu halandzsa dumát nem rakott volna be a szövegbe. Szerintem ő összerakta, hogyha nem is tud japánul, akkor is mondjuk egy szótár segítségével összerakott egy japánnak tűnő szöveget, ha nem gondolta azt véletlenül, hogy nem, hogy a szamurájok azok kínaiak. Én nem tudom, hogy nem, ez nem kínaiul van, mert azt hittem, hogy kínaiak. Igen. Úgyhogy szerintem biztos, hogy van ennek. A legdurvább, hogy ebben a dalban egyébként az is benne van, hogy hiszi a piszi, aki elhiszi. És azért az, gyerekek, hogy erre tömegek táncoltak 1995-ben egy olyan dar, amiben az van benne, hogy mi volt, hiszi a piszi, aki elhiszi. Előtte volt egy nagy az, aki nagy, aki kicsi, az kicsi. Nagy az, aki nagy, aki kicsi, aki kicsi, hiszi a piszi, aki elhiszi. Hm. Jól összezavarta a kedves hallgatók. De komolyan mondom, én ezt nagyon szeretem. Ezt nagyon szeretem. Na tessék, Google Translate, üssétek be. Niko? Vagy valaki tud japánul, csörögjön már fel bennünket. 555-55-00, csak van egy olyan hallgatónk, aki beszél japánul, hogy ez mit jelent? Mit akart nekünk ezzel már 1995-ben a mester üzenni? Egy japán ajkú hallgatónk, jó? Te mindig csak mond a szöveget, Feri, hogy tudják azok, akik nem ismerik. Helyesen, mond még egyszer? Odaig tudom, hogy Iniko. Figyelj, mindjárt megtalál, igen. Inikó manana erej. Inikó manana, inikó manana erej. Ez a szöveg. Inikó manana, ki kifut a tej. Ja. Ne! Benne van, tényleg? Hiszi a piszi, aki elhiszi. Tehát én ezt elhiszem. Na most a Translate-ben ugye van egy ilyen funkció is, hogy amikor te azt beírod, akkor ő azt felismeri. Tehát van egy ilyen nyelvfelismerés. Uh-huh. Na, ez nem funkció, működik. Ez most itt nem jött össze. De írj be japán betűkkel. Hát most nem tudod japán betűkkel beírni. Jó.
Ja, hát dehogy ne, hogy ne tudnám már. Szánalmas vagy. Miért ezt mondod? Hát egy japán betűkkel írt, hát elég hülye. Hülyet csinálok itt magamból, hát miért nem japán? Na, írom, oké, beírom akkor. Klaviatúra. Mik is azok a kanjik, amik, ja igen, meg is van. Ne úgy írd, hogy mi írnak, hát természetesen, hogy japán betűkkel kell beírnia. Ne legyél azért ennyire iskolázatlan, hogy nem japán betűkkel írod be, írd be. Azt írja, hogy hallgatok, hogy gyerekek, japán szakos vagyok, ez eltén, higgyétek el, semmit nem jelent. Hívjuk föl annak. Azonnal hívjuk föl, tegyük adásba, megfejtetjük vele, hogy ez valóban mit jelent. Elsőre lehet, hogy nem jelent semmit. Mi van, ha ez... De! Mi van? Mi van? Hát, hallod? Figyelj, beírtam azt, hogy japán nyelvfelismerés, és a keresési javaslatra kiadott nekem egy szomorú szamuráj dalszöveget. Nem, egy ázsiai szöveg. Mutatom, basszus, nézd. Tehát azt már beírtam, ugye fonetikusan ezt az inniko manna niko manna erejt. Igen. Erre a keresési javaslatra kiadott itt alul egy ázsiai szöveg. Na hát, igen, na figyelj, rákattintok, és vannak benne értelmezhető betű. Magyar szöveg. Értelmezhető betű. Van, tenni, ilyen, például, között egy. Aha. Azta, mit akart ezzel van üzenni a mester? Van tenni, például, mind között egy. Hát nem érzitek a mélységét? Van, mind között egy. Hát magassága nincs, az biztos. csak mélysége van. Gyerekek, valaki, aki japánul tud, telefonáljon már nekünk. Jó? De fejtsük már meg, hogy lehet, hogy gyerekek, a Kozsó már egy ilyen kis haiku formájában már 95-ben valami olyan mögöttes jelentés tartalommal ruházta fel a saját dalszövegét, hogy a szabad kőművesek értik csak, az illuminátusok, mi pedig hülyén állunk itt lassan 20 éve a dalszövegét, és nem tudjuk, hogy Kozsó ezzel nekünk üzen. Hogy mit üvöltött bele Bétót László a péntek este éjszakába, a Petőfi csarnokba, mert amikor együtt kiabált, és lássam a kezeket, és most mindannyian egyszerre, hogy inniko mananiko manana. Erre. Mert az, a mi kicsit balga, alulművelt szemünket, hogy ilyen szépen képzavarral ilyen kiszúrta az, hogy hiszi a piszi, aki elhiszi. Ugye? Az a terelés? Az a terelés, de közben azért ő belerakott egy ilyen mélyebb jelentéstartalmú szöveget, ami esetleg akár még jelenthet is valamit. Hát ez a sok közül te vagy az egy. Hát azt mondja, hogy mind között egy. Ugye? Nem ezt fordítottad le az előbb? Mind, egy, nem figyeltél fel. Között. Van tenni, ilyen például között egy. Na. Kozsó azt mondta egy riportban, figyeljetek, hogy ősi szamuráj mondóka. Aha. Története. A kisfiú elmegy egy tóhoz, amikor a korsót bele akarja meríteni, arrébb megy, aztán az apja megtanítja, hogy minden többször kell megpróbálni a siker érdekében. Ez egy mondatban benne van? Igen. A kisfiú, aki elmegy a tóhoz, belemeríti a korsót, de az apja azt mondja, hogy többször meríts bele, mert akkor sikerélményed lesz. Ez az inniko mananiko manana erej. Ez ezt jelenti. De egyszer, ha merítesz, nem tudod megmeríteni? Vagy miért kell többször meríteni? Lukas, akkor addig jár a korsó a kútra, amíg el nem törik. Na? Aha, de nem tört el, és nem kút, hanem tó. Ja, tó, és addig nem tört el, jár a korsó a tóra, értel. Amíg nem törik így el. Így van, és hogy az idős szamuráj tanította a fiatal szamurájt, hogy többször kell próbálkozni, még ha elsőre fáj is egy kicsit. A japán fordítás azt jelenti, tudok japánul, írja Péter, vedd meg a CD-met, jó gazdag leszek. Ebben is van valami. Egyébként ez is lehet, igen. Hívjátok magát a mestert, hívnánk, Kozsó továbbra sem nyilatkozik, nem nekünk, hanem őt ugye egyébként nagyon kedveljük, meg nagyon jó a viszony, meg sokszor szoktuk így megcsipkedni, de ezt abszolút most... érti, szereti, egy nagyon komoly betegségből lámadozik, ráadásul külföldön van, és így továbbra sem nyilatkozik senkinek, úgyhogy mi neki drukkolunk, ha egyszer tudunk vele beszélni, ezt is megkérdezzük. Nagyon fog neki örülni. Nem nyilatkozik most. Mondjuk a hallgatói felvetésben szerintem van valami éppenséget, tényleg én is el tudom képzelni, hogy nyers fordításban ez annyit tesz, hogy Akácfa utca 32 szám alatt meg tudjátok vásárolni azt a medált, amit megnyakamba. Gyertek el a teázomba, és ígyatok egy teát, ezt jelenti, hogy innen kommandanerkommal. 10 darab feletti vásárlás esetén egy teát megijattok a teázomba. 20 darab te után egy szerencsehozó gyémántalizmát kaphattok papírból. Amit ha zsebetekbe hordtok, akkor szerencsétek lesz. Na, tudok japánul, írja egy hallgató, hívjuk gyorsan. Tedd le nyugodtan annál, hogy szabad legyen a vonal. Jó, remélem, hogy igazi lesz. Tehát nem egy, hogy hívják, nem egy a kocsma, ja, nem, várjál, a kocsma nem, bolondja. Nem, nem, tovább olvasan buszossal, Szatyi írja, fújj meg a levest, ha nagyon meleg. Jó, hagyjad. Ezt egy picit vértem tőle. Éreztette már ezt. Gyerekek, jó. Azért, valljuk be őszintén, elég sok olyan kisebb település van, ahol a helyi késdobálóban sokat tudnak japánul kétfeles után. Én tudok japánul, de ne hívjatok magyarul, sajnos nem értek. Csabika. Csabika hívta ezt nekünk, köszönjük szépen. Ah, jól van. Oké, amíg találunk egy japán hallgatót, jó lesz a hírek után is. Egy másik kicsit olyan jellegű kérdés, amire nincs igazából magyarázat. Ez egy másik téma? Ja. Hop-hop. Ez egy másik téma. Na. Most már tudjuk.
ez egy másik téma. Viszont ti annyira okosak vagytok és műveltek, hogy hát tudtok erre válaszolni. Ha nem akadtál nekem. Volna az elején, akkor még hiteles is lett volna. De igen. Nem. Amíg nem találunk ki apa hallgatót. Gyors váltás lesz, remélem tudtok követni. Egy úgynevezett szuperbaktérium. Eddig megvan, most lassítottam, mert látom, az hogy... Az nem egy egyszerű, hanem egy szuper, világos. Nem könnyű így átnyergelni egy pillanat, a másik, hogy már kicsit fájás. Van egy advilotok? Halálos baktérium szabadult ki egy amerikai kutatóközpont laboratóriumából. Olvastam én ezt a napokban, több helyen utána néztem, egyébként nem egy bulvárcikkről van szó, tehát valójában megtörtént. Veszélyes és gyakran halált okozó. Bioterrorizmusra is felhasználható baktérium szabadult ki tavaly egyébként egy főemlős kutatóközpont szuperbiztonságos laboratóriumából. Most laikusként próbáljuk modellezni a helyzetet. Uh-huh. Ül a baktérium a Petri csészében, aminek a teteje rá van téve. Hogy történik a baktérium öntudatára a ébredése és kiszabadulása? Egy tele van a csillóm ezzel a helyjel. Mondja ezt egy baktérium, de tényleg. De egyébként a US Today című napilap is lehozta ezt a cikket, oknyomozó riport keretében belőle, ennek utána járták. Értek, tényleg megtörtént. Tehát nem egy felkapott bulvár hírről van szó. Hogy a fenébe szabadul ki, mondjátok ezt meg nekem? Felugrott a manzsettára. És kiment. Ül a baktérium bent, és egyszer csak észreveszi, hogy ő nincs bezárva? Vagy beoltják a baktériumot különböző főemlősökbe, tanulmányozzák őket, és a főemlős egyszer csak megszökik? Azt mondja a majom, hogy kimegyek a ketrecből, és megszököm? Vagy észreveszi a baktérium... Körbenézek a téli kertben. Körbenézek a téli kertben. Esetleg ne adj Isten, észreveszi a baktérium, hogy nincs rajta a befőttes üveg teteje, és azt mondja, hogy hopp, kiugrom. Hogy szabadul ki? A laikusként, és tételezzük fel, hogy ott tévessze az orvost a baktérium, ugye, igen? Aki kinyitotta a csészét, vagy kinyitotta a befőttes üveget, amiben tárolják a baktériumot, ekkor a baktérium behúzódott az egyik sarokba. Ez azért hol lehet, lehet, hol lehet, lehet, hol lehet, a tudós. Hol lehet, a tudós. Mit csinálsz, ha ki akarsz venni egy befőttes üvegből az aljába egy kicsit beleragadt mit, utolsó meggyet, utolsó meggyszemet, megfordítod és elkezded ütögetni a tenyeredhez. Tehát a tudós is azt csinálta, hogy nem találta az üvegben a baktériumot, megfordította az üveget, a Petri csészét, és elkezdte ütögetni. Mert kapaszkodott. De a baktérium kapaszkodott az üveg falában. Nem, ekkor már nem. Engem nem rázol le, gondolta a baktérium. Jó, te közben mondta, hogy mit gondol a baktérium. Te vagy a baktérium. Te alá narálod, hogy mit gondol a baktérium. Jó, doktor Rákóczi, bemegy, azonosítom magam, ugye kézrátétel, íris, hogy hívják, bemész. Igen, ahogy? Bemész, ott vagy. Szuper biztonságos amerikai laboratóriuma vagy, 6 beléptetőrendszer, íris, kesztyű, sugárfény, piros lámpa, beléptetőkártya, pénisgyűrű. Azt viszed magaddal. Jó, az rajta. De van, mindig van nálam egy. Van, mert sokkal imponáló. Elektromágneses sokkot okozó pénisgyűrű, mert megcsapatnak, ha elfelejtesz valamit. Igen, és ha lopni akarod a bakkit, akkor... Így van. Bemész, elkezded kiönteni, mert rájössz, hogy már nincs benne. Hát először keresem, megfogom a Petri csészét, ekkor a baktérium mit csinál? Kapaszkodik, és arra gondol, anyádat, buzerád, a pipettáddal, te köcsön. Nagyon na, szépen beszél a baktérium. Ezt, milyen okos baktériumról van szó? Tudom, ha én kavarnám a családodat egy pipettával, azt se tetszene neked. Így van. A tudós nem találja a baktériumot. Kinyitod, megnézed. Igen? Nincs a baktérium sehol. Sanyika! Sanyika üvölt fel a tudós. Nagyon reális. Nem látod a bakit? Baki még mindig sehol. Hol van eközben a baktérium? Nem vett észre ez a kancsal barom. Nem vett észre a colos. Sanyika visszaszólt, nem tudom, hol lett, tegnap még megvan. Nem vett észre a colos. Ne, te nem találod, így van. Nem találom. Megfordítom én ezt a Petri csészét, aláteszem a jobb kezemet. És elkezded ütögetni. De ilyenkor már lóksz. Te már kapaszkodsz. Igen, kapaszkodok. Amikor megfordítja az üveget, és belé szippant, akkor beugrok abban a nagy taknyos orlukába. Először még csak ütögettem. Én azt mondom, már hol vagyok, mi ez a Grand Canyon, mondod, te, mint a baktérium. Utána egyszer csak a baktérium egyébként leugrik a székre. A székről... Sekezd futni, hogy nyitva a zsilipajtóhoz. A székről lekapaszkodik, az ülésen keresztül legurul, látja, hogy nyitva van a zsilipajtó, gondol egyet, hopp, most kijutok, mert zöld lába. És az utolsó 5 centinél fölugrik, lassítva átmegy a kapun. Fut a baktérium, fut, majd a zárás előtt, amikor pirosra vált a fény, ugye záródnak a szuperbiztonságos zsilipajtók, a baktérium vetődik egyet, és kiugrik a szuperbiztonságos laboratóriumban. Hát gyakorlatilag a húzat húzza ki. Igen. Téged húz a baktérium, fölülsz a szélszárnyára, és repülsz már. Istenem, repülök. De közben már gyilkos gondolataid vannak, hogy kit ölsz majd meg először, hiszen te egyébként egy nagyon veszélyes baktérium vagy. Tehát te már ölni mész ki.
Rosszban sántikálok, én járvány lesz belőle most. Járvány lesz belőle, vaze. Most már mindenki tönkre teszek. Ha egyszer felnövök, igen, akkor én leszek a bubópest is. Az eszem megáll, komolyan mondom. Hogy verik a mellüket itt az amcsik, hogy náluk van minden szuper baktérium, meg ők ezt tudják kontrollálni, és egyszer csak egyébként egy főemlős kutató laboratóriumból ez a szuper baktérium egyébként kijut. Nyilván feltételezhetjük, hogy azért itt volt valaki, aki megpróbálta ezt kicsempészni. Az egyik majom. Vagy az egyik majom. Vagy... Mi az aranyom, ez a befőttesi, meg jó lesz, ez még benne elteszek egy kis halászlevet aranyom. Még mielőtt lerohad az a sok sárga barack a fáról, én elfőzögetem, de nincsenet el elég sok dunsztas üveg. Hát ez meg üres. Mondta ezt egyébként a Tennessee-ben található Buck laboratórium takarítónője, és kivitte a Petri csészét. Így van, kivitte a Petri ezáltal... csészét. Igen. Megszökött a baktérium. Szépen a fazék mellé, amiben rotyogott ugye a sárga balac lekvár, a nagymama lekvárja. Neked egyébként az a neved, hogy Bulkolderia Pezudo Malei, ez a neved, mint szuperbaktérium. Anyám máshogy becézett. Ez kis pezudócska. Ja, már mint a baktérium. Ez a baktérium neve a szennyezett talajjal és a vízzel való közvetlen érintkezés után kerülhet át emberre és állatra. Azon anyagok közé sorolják, és itt jön az érdekesség a dologban, a bioterrorizmusban is fel lehet használni, vagyis nyilván nem véletlenül jutott ki ebből a szuperbiztos laboratóriumból. Hova mész elsőként, amikor baktérium vagy, és kiutottál? A buszmegállóhoz. Mert azzal lehet egyébként a legmesszebbre eljutni, a leggyorsabban és a legfeltűnésmentesebben. Buszmegállóban mész, vagy egyből eljutsz egy reptérre, és megpróbálsz minden járatra felkerülni, vagyis sokasodni. Vagy nem, elmész hát egy buszmegállóba. A buszmegállóba, és mondom, hogy a Kennedyre. Ilyen jegyet kérek. Kérek két jegyet a Kennedy reptérre. Hát ugye? Érted. És elindulsz a reptérre, mert okos vagy, te egy szuperintelligens baktérium vagy, és tudod, ha hogy felszállsz ott néhány nemzetközi repülőjáratra, akkor tulajdonképpen egy világjárványt tudsz pillanatokon belül elindítani. Jó. Aztán feljutok a repülőgépre, igen? És oda megyek, ahol a legkevésbé számítanak. Min utazol? És azt mondom, business? Klassz. Bizniszen utazol? Nem, egy proli kis baktérium vagy, te az economy mész. Nem mész te a bizniszen. De ott számítanak rám, hogy a prolik között nyilván van valami. De ez igaz. A gazdagéknál nem. Ez igaz, a gazdagék hát nem vizsgálják, a gazdagékot nem vizsgálják. Hát te akkor te vagy first classon, vagy businessen utazol. De akkor már mennyi first classon? Akkor megyek first classon. Tudtad, hogy van ilyen, hogy first class? Nem, de most nem? Már tudom. Folyamatosan fejlődök. Mondtam, hogy egy prolik kis baktérium. Egy prolik kis baktérium vagy. Oké, kérdezek egy nagyon fontosat. Igen. Hol van most ez a baktérium? Tehát ha meg eltűnt, feltételezzük, hogy nincs meg. Tehát valahol van. Hol van? Hát hol most van? Már Floridában arra repült az előbb. Nem, csak azt mondják, hogy eltűnt. Keleti szélesség. Eltűnt a szuperbaktérium. Tehát létezését ezzel tulajdonképpen elmondták, hogy létezik. Igen, de nem tudják vagyis követni. Vagyis van valahol. Valamilyen csúnya maszkos bácsinak a Petri csészéjében lapul, és hát, éppen viszi mondjuk nem az iszlám állam magához. El, hanem kiszabadult, nem ugyanaz. És ül valahol egy buszmegállóban, lógatja lábát, pontosan. És várja, hogy megtalálják. Hát vagy most emeli a szájhoz valaki egy sajtburgerrel. Vagy egy sajtburgerrel. Simán. Igen? Tehát valahol akkor ennek a baktériumnak egyébként lennie kell? Figyelj, lehet, hogy ezek a föld nevű bolygó és a mi civilizációk utolsó vidám percei, amiket most élünk meg. Már négy majomban benne van már, és egy emberben. Hm. Amiről tudnak. Képzeld, és a felirekkel megkeresné majd mutató ujjat. Benned kezdem. Nem, a négy majomban. Igen, és ki az a négy majom? Mutass rá. Tehát érted, ez a baktérium, mint a Skynet, önálló életre kelt. Ez valahol vándorol most Amerikában. Van egy kis hátizsákja, és megy. Mivel tudod törbecsalni? Hogy tudod törbecsalni? Hogy nyomozod le, hogy használ-e Mastercardot, Vizát, hol tankol, hova megy? Tehát hogy nyomozod le, hogy ez a baktérium kivette egy motelszobát, megszállt-e valahol? Mit csinál ez a baktérium, gyerekek? Mondjátok meg, Petri csésze például az ő otthona, akkor ha kihelyezel Petri csészéket, lehet, hogy egyikbe visszamegy. Érted? Tehát ha leraksz a 66-os út mentén Petri csészéket, az egyikbe beköltözik? Hát igen. Te vagy a baktérium. Hát vagy mondjuk, hogy egy recepción azt kéri a kedves vendég, hogy dobd le a kulcsot a földre, mert nem érett fel a pult, az már önmagában gyanús. Hogy micsoda? Hát nyilván ki kell vennie valahol egy szobát, érted? Hogy oda megy a pulthoz. És legyen szobát szeretnénk, $40, ez dobja le a kulcsot a földre, mert nem ér el, mondja a baktérium. Igen. Tehát ha valahol... És aztán azt látod, hogy kicsit vonszolva, kicsit nehezen, kicsit kényszeredetlen és kicsit ilyen nyomorultul elkezd csúszni a szoba felé a kulcs, az a baktérium. Akkor viszi a baktérium. Viszi bizony. Tehát gyanús az, ami magától mozog. Azt valószínűleg a baktérium viszi.
Tehát kulcsok mennek a szobájuk felé, azt viszi a baktérium. Uh-huh. Megszállja a hotelt az FBI, fegyverrel körbeveszik egyébként, és egy megafonon felszólítja a baktériumot, hogy felemelt kézzel jöjjön ki. Igen. Igen? Igen. Kijössz, van fegyvere a baktérium? Neked, hát te vagy maga a fegyver. Akkor de a saját felemelt kezedben nem lehetsz te saját magad. Hogy teszed be a saját kezedet? Igen, saját úgy. Magad által felemelve. Hát, nem. Na, egyszerű. Hogy emeled meg és magad? Van, ugye mennyi kérdése van a baktérium? És mi van, hogyha a baktérium nem adja olcsón a bőrét? Ugye egy képzavar. Ha nem adja olcsón a bőrét, hanem túlszul egy néhány ártatlan penészt. A sarokban. Akkor túlsztárgyaló. Akkor túlsztárgyalás jön. Penész van nálam. Penész van nálam. És kockáztatni fogom a testi épségét. Nem, a baktérium újabb azt mondja, képzavar. Hogy itt van előttem egy szellőztető rendszer. Igen? Öngyilkos leszek, és belevetem magam ebbe a szellőztető rendszerbe, megfertőzöm kvázi az egész hotelt. Vagy elengedtek, vagy kinyírom magam. Tehát a saját megölésével tudja fenyegetni az FBI-t, hogy ő beleveti magát a ventilátorral ellátott szellőző rendszerben. Ott ez a baktérium elszabadul. Nem? Ő most még egyedül van? Te kis proli egyedül vagy? Hát szerintem igen, de keresek magamnak újabb társakat, csak az, hogy nem veszélyes, és ezért viszonylag könnyű, illetve nehéz nekem találni bármilyen társat magam mellé. Ugye mennyi kérdés? Beleugrik a ventilátorba, akkor ő ezer felé szakad a ventilátortól, hát és várjál, de akkor mindegyik egy önálló új kis rohadt baktérium lesz. Hát ezért veszélyes ez a baktérium. A ventilátor által osztódik? Osztódol, igen. Aha, ravasz. Ugye, hogy mennyi kérdés, gyerekek? Mennyi kérdés? Elolvastok egy ilyen cikket, csak úgy átmentek rajta. Mennyi kérdés van itt, amit felsetesz az ember magának? Ugye? Hát és még a válaszok. Hát, na jó. Gyerekek, ha valaki tud japánul, segítsen nekünk továbbra is, jó? Több szálon futunk. A szuperbaktériumot, ha valaki látja, szóljon, ez is nagyon fontos. Teljesen egyértelmű. Teljesen egyértelmű, ha a kulcsok maguktól vánszorognak a recepciótól a szobáig, akkor ott sejthető, hogy baktérium van a háttérben. Jó? Recepciósok is nagyon figyeljenek. És nagyon-nagyon vigyázzatok, mert ezek a baktériumok ugye lentről fölfele terjednek, és ott mennek be, ahol nem várnád. Akkor én vagyok biztonságban. Mondjuk, mire téged megmászik, az mire följön idáig. Te olyan vagy, mint nekünk, nem tudom, a Mont Blanc, érted, sose jut el az agyadig. Te a János támadja meg először. De hát te meg nem tudod önmagadat megtámadni, mert hogy te vagy a baktérium. Nem, hát. De azt a megkönnyebbülést, amit majd a marionárok felfedezése volt. Érez majd szegény baktérium. Igen. Fél 9 út pontosan 5 perccel hármasugrásra lehet jelentkezni japánul. Csak japánok játszhatják a hármasugrást. Jó? Mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:49 lesz pontosan. Egy perc múlva szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és egy szuper baktériumról beszélgettünk, amit azóta is keresünk egyébként, ha valaki látta, akkor jelentse mindenképpen a hatóságoknak, ami kijutott egy szuper biztos amerikai laboratóriumból, és hát az eset még tavaly történt egyébként, ez a baktérium bioterrorizmusra is felhasználható, és egy főemlős kutatóközpont szuperbiztonságos laboratóriumából jutott ki, veszélyes, egyébként gyakran halált is okoz. Az eset egyébként döbbenetes, egy pillanatra komolyra fordítjuk, nyilván próbáltuk eljátszani, hogyha mi lennénk a baktérium. Jó, elnézést is kérünk mindenkitől egyébként, akinek túl száraznak tűnt a tudomány nyelve, tehát igen, picit szárazan közelítettük a dolgot, de maga az eset egyébként tényleg megdöbbentő, gyerekek, hogy ez egyszer csak kijut. Tehát senki nem mondja, hogy ebben nincs valamiféle emberi segítség, nem? Hogy csak úgy a baktérium önálló életre kell, és kijut egy szuperbiztos laboratóriumból. Nem tudják tovább sem, hogy jutott ki. Nem észlelték a baktériumot a kutatóközpont területén, de hát hogy észlelték volna, hiszen mi már ugye Jani már ugye buszra szállt, mint micsoda, baktérium. Már a Kennedyn. Már a Kennedyn vagy, és gondolkozol, hogy hogyan tudnál tovább menni. Két dolgot elfelejtettetek. Egyrészt a mesztelen baktérium nagyon hamar szemet szúrna mindenki. Ez is igaz. Ez is igaz. És még egy fontos dolog, hogy orvosi köpenyt se vehetsz magadra, mert abban meg kimenni a Kennedyre. Tehát már ott van, hogy történt egy ruhalopás a baki részéről. Az egyik orvos hétközben. Áruha. Tehát áruhában mozogsz, mint baktérium. Tehát ha látsz egy nagy kabátot, egy lódent húzni a földön, úgy, hogy nincs az elején. Gyanús. Na, ennyi. Az gyerekek, gyanús. Ő mit tudhat magáról vajon? Van identitása? A baktériumnak? Tudja, hogy ő egy baktérium? A baktérium tudja, hogy ő egy baktérium? Vagy csak azt tudja, hogy ősi ösztönök alapján vezérel van, hogy osztodjon, szaporodjon, túléljen, fertőzzön, mérgezzen, üljön. Mit tudhat? Tehát, hogy ahhoz, hogy ő tudja, hogy ő egy baktérium, azt tudnia kell, hogy mik a többiek. Igen. Most lehet, hogy tudja, hogy mik a többiek, de nem tudja, hogy ő micsoda.
De ne tudnia kell, mert ha ő egy baktérium, és egy erősebb baktériumot harapna meg, abból kifolyólag, hogy ő megfertőzze azt, akkor ő meghal. Sose harap meg erősebb baktériumot. Mit harap meg? Majmot, érted? Igen. Tehát tudja, már a majmot is felismeri. Igen. Láttam a baktériumot egy fonaljáró társaságában, nem mertem oda menni. És semmit küldte nekünk. Srácok, most szálltam ki a traktorból, hogy dobok egy sárgát, erre a traktor tovább ment. Magától. Valószínűleg itt van a kis rohadék. Akkor lehet, hogy ott volt a féken. Ott volt. Kiengedte a rohadt a féket, és elindult. A rohadék. Ne szállj vissza a trakira. A rohadék ellopott egy traktort is. Egyébként komolyan. Nálunk tegnap eltűnt egy belépőkártya, itt a szállodában szobaasszony vagyok, most kicsit betojtam. Ezt beaküldte nekünk. Lehet, hogy már készül becsekkolni a szállodába, igen. Ne beszéljetek butaságokat, egy meleg, nedves helyen vagyok. Többet nem mondhatok, de nagyon irigyelnétek. Mondjuk azzal vigyázni kell, hogyha egy szállodában, érted, ott elemel egy belépőkártyát, utána beköltözik egy jacuzziba, akkor mi lesz a celebjeinkkel, akik oda mennek ugye ilyen promofotózásokra, hogy aztán megjelenjenek mindenféle képes magazinokon, hogy milyen jól érezték magukat a hétvégén ingyen. Mindenkibe beköltözik a gyilkos baki. Igen. Azért? Hívnatok el egy magyar bakteriológus, azaz vasutast. Az megtalálja. Ahogy vizualizálom a segítségetekkel ezt a kis baktériumot, kezdem megszeretni, írja nekünk. Egyébként Ari, tehát első ránézésre aranyos egy ilyen. De egyébként tényleg érdekes. Ti lesztek az első áldozatok, írja valaki, az biztos. Na jól van, játszunk hármasugrást, jó, itt van a játékosunk, jó? És majd szignál, vagy mi? Témát váltottunk, hármasugrást játszunk már is egy hallgatónkkal. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Halló, halló, mindjárt jön. Halló, halló, mindjárt jön. Nagy baj van, kérem, riadó, halló, ja. Nem ez Pumukli. Ez itt egy kis manó. Fúj, de gyűlöltem. A legjobb, nem? A kis vörös olyan vicces. Gyűlöltem mindig, és utáltam. Hello. A már gyerekkoromban hidegrázott tőle. Halló, jó reggelt! Halló, sziasztok, Ádám vagyok. Hello, Ádám! Honnan hívtál minket, Ádám? Én most éppen Orosháza és Szeged között vagyok félúton. Mit csinálsz? Éppen megyünk dolgozni, riasztót és kamerarendszert szerelünk. Baktérium vagy-e, és ha nem, akkor mered-e tagadni? Merek mindent tagadni. Megfogtam. Most ezzel engem is egyébként próbáltam kibogozni a kérdést. Lakásriasztókkal foglalkozol, ezeket telepíted. Így van. És ezeket be is költitek ilyen távfelügyeletre? Igen, erre is van lehetőség. Aha. De jó. Az jó egyébként. Az mindig, az egy olyan iparág, ami mindig megy, nem? A betöréstől mindig fél az ember, mindig telepítenek riasztókkal, tehát az egy... Így van, viszonylag jól megy. Az egy jól működő iparág. Na most, ha kitöréssel is foglalkozik, akkor viszont ő a baktérium. Nem törsz ki, nem törsz ki. Japánul tudsz? Nem. Francban nem tudtunk senkit találni, gyerek, aki tud japánul, komolyan mondani. Sajnos. Figyelj, ilyen lámpákat, amik a háznak a sarkára vannak szerelve, hogyha arra jön valaki, akkor az világítson, azt be tudjátok állítani, úgyhogy nappal ne világítson? Jó, nekem is kell. Ha olyan a lámpa, akkor be lehet állítani. Akkor jó. Megint vettél valamit leértékelve? Aha, megint hülyének nézetted magad két kuponér valahol? Uh-huh. Valahol te. Hogy találjam ki, megirácsoztak valami szarra. Jól értem, hogy magadra gondolsz? Így van, megint a leértékelt cuccoknál találtam valamit, a kosaras részen. Szántál volna még rá 3000 forintot, többet elaludna az a lámpa, ha érez, lenne benne egy szürkület érzékelő. Hát egyébként igen. Igen. A legolcsóbb általában nem tud lekapcsolni éjszaka se, nappal se. Megint azt hitted, hogy spórolsz, megveted a legolcsóbbat, az felment a villanyszámlád, mert nappal, éjjel-nappal ég a lámpa, hogy elmegy valaki előtte. Gyakorlatilag úgy, így van. Nincs benne szürkület érzéke. Már odatől a paksról, hogy a kettes fokozat a bővítéssel lesz elég az. Felemelték az átalálydíjat, mert látták, hogy megugrott. De mi tényleg vettél valami lámpát kicsit? Ne, rosszul van beállítva. Vigasztalod magad ezzel? Persze. Hát én bízom benne, hogy ez történt, és nem kell lecserélni az egészet. De tényleg az a baj, hogy nem csak este kapcsol be, hanem napközben is, amikor arra menünk, az érzékelő ugye észleli ott a megérkezésünket. Egyébként ebből is látjátok, hogy milyen precíziós érzékelőről van szó, ami érzékeli az én méreteimet. Fura, mert a múltkor bementem veled valahol, még a fotocellás ajtó se nyílt ki neked, úgyhogy nem. Fura, hogy érzékelt a... picit meg is bántam a lendületes mozgást. Igen? Ha minden jó, hogy az érzékelő alján vannak pótméterek, ebből az egyik a fényérzékenységet áll. Miért? Az eredeti eltűnt, hogy ezek pótméterek? Na jó, ne. De figyelj, de tudom, ott van egy napocska jel, ott van egy fényérzékelő jel, tehát finom, le kell egyszerűen csavarnod, de egy csavarhúzóval benyúlsz, és ezeket finom... A hold irányába, ha minden jó. A hold irányába? Igen. Azzal hát ezt honnan tudjam nappal, hogy merre van a hold? Hát van egy kis jel rajzolva.
Jó vagy. Hát érted. Tud segíteni, Ádám? Rendesen tudtok rongálni. Na este meg, ma este megnézed. Hogy merre van a hold. Így bejelölött kézzel. És oda tekered a pozsába az irányba. Nappal lesz. Ádám, figyelj. Én megtaláltam a megoldást. Ne menj ki, mert nincs ebbe a, ebbe a műszerbe annyi, hogy te kiszálljál. Tehát ez látom rajta. Ez annyira olcsó volt, amit Janiék vedd, ne. Küld róla egy fényképet, és akkor jó. A fénykép alapján elmondod, hogy Jani mit csináljon. Figyelj, nem az a bajom, hogy nem tudom megcsinálni, az, hogy magasan van be. Ja, és... akkor kimegyek én, nyakba ülsz. Igen. Mennyibe került ez a lámpa őszintén? A házom volt, nem tudom. Ja. Nem találtam meg a számlát. Mennyibe kerül egy olyan lámpa, ami már tudja ezt a szürkületérzékelőt körülbelül? Hát a legolcsóbb azok tényleg ilyen 3000 körül, ami normális és már ledes, és azt mondom, hogy tényleg megéri, azok ilyen 10-15 körül azért már lehet. Na annyit ajánlni, mert a közéletben nem szánna rá. Tehát annyiba került a ház. Te várjál egy... Azt mondta, 10-ért szereljük. De figyelj, nem, most félreért, ez nem a szakértelmedre van szükségem, csak a létrátokra. Értettem, a létrákra. Van mindenféle méret. Az is jó, az is jó. Figyelj, szeretek olyan riasztót is, ami már külső mozgásérzékelő, infrás és a test hőmérsékletre változik, és bejelez, mikor én közelítek a házhoz. És már ilyen elégeti, aki közel. Van ilyenetek is. Hát azért el nem égeti. Gyerekek, ez a legjobb rendszer. Én nem tudom, miért nem szerel mindenki ilyet, akinek lehetősége van erre. Nem csak akkor jelesz, ha már bejutottak a házba, hanem ha már közelítenek a ház felé. Nem olyan egyszerű azért beállítani, meg azért sokaknak van kutyája, ami azért viszonylag nagy tud lenni. És a kutya miatt nem tudjátok beállítani? Hát a kutya elindítja a riasztót, az kellemetlen része. Hát de menjen alatt, a lézer sugár alatt menjen a kutya. Na jó, de várjál, hogyha az el kell, hogy indítsa. Mi van akkor, hogyha a fineszes a betörő, és mondjuk négy kézláb jön be? Akkor tartsák igen. Így ott, szerintem tudod, az elfér a lézer alatt. Négy kézláb kihúzom, ezt hagyjuk. Na jól van. Oké, milyenek a kérdések? Baktérium? Azt mondja, hogy... Gyilkosak. Hát, gyilkosak. Szerintem nem könnyűek. Nem hát, könnyűek, de hogyha esetleg nem sikerül válaszolni, akkor a Csabinál elküldöm nektek a szereltek is, meg nem is civil sláger. Na figyelj, így szól az első kérdés pasztartója. Hogy hívták Neo szerelmét a Matrix film trilógiában? Na, ugye? Most na, nem, jól van. Ja, gyors voltam? Kettő megvan, akkor holnapra. De most igen, de minek... Tapsot neki! Elfogadjuk? Túl gyorsan nyomtam. Ez egy kicsit erős volt, de köszönöm szépen. Hát nem először fordul elő az elmúlt pár évtizedben. Figyelj, Ádám, mit adja a hát tudtad a választ, hát miért nevettél ekkorán? Ja nem, hát elsőre az volt, hogy fogalmam sem volt, csak közben a kedves kollégám jött és már mondta is a választ. Leesett egy poén 8-20-ról? Mehetünk tovább? Nyugodtan, hallgathatsz. Nyugodtan nincs vesztenivalód, mi? Jó, semmi. Így szól a második kérdés, figyelj. Milyen nemzetiségű volt Kopernikusz, a csillagász? Nikolaus Kopernikusz. Nikolaus Kopernikusz. Azért kellett nehezíteni, mert tegnap Balázs azt mondta, hogy primitívek a kérdések. Lengyel. Azt a minden segít neki. Hát ki ennyire na. Okos? Ki ennyire okos? Hát a kedves kollégám valaki nagyon beszélget telefonon, de szerintem a Pécsről az irodánkból a főnökeink. Nem mondod komolyan, hogy ott van egy kolléga, ő se tud semmit, és ő telefonon keresztül kér valakitől segítséget, aki Pécset minket hallgat. Ennyi. Nagyon jók vagytok. Tehát ketten vagytok, de mégis hárman játszatok ezt a játékot, és az irodában hányan vannak? Igen. Hányan vannak az irodában? 70. Hát ketten vagy hárman. Basszus. Pedig már pont segíteni akartam, hogy pár héttel ezelőtt ők még nagyon szerettek minket. Már kik, vagy mi? Hát de már sokat változott ez az érzet. Na, a harmadik kérdésem, mit csináljunk? Témakört kérhetek? Csata. Csata. Csata a témakör. Csata. Elolvastam a témakör, csata. Hogy jobban tetszik, történel. Csata. Melyik században zajlott a kenyérmezei csata? Kenyérmezei csata. Tizenötödik. Jók vagytok, oké. Micsoda? Elfogadjuk. Tizenötödik. Jó van. Jó van. Megszültétek ezt. 1479. Pontosan. Akartam már mondani. Mekkora kamu. Jó van. Na, ügyesek voltatok, összetettétek ezt, nem tiltott segítséget használni, úgyhogy elfogadjuk, Ádám, jó? Köszönjük szépen a négy kollégát, meg üdvözöljük, akik segítettek nekünk ebben. Igen, igen, igen. Az, négyen van az okosokat, Pécset, igen. Igen. Küldjük nektek, vagy inkább neki küldjük egyből az ajándékcsomagot?
Majd kollektíven valahogy elosztozunk szerintem. Elosztjátok. Jól van, Ádám. Köszi a játékot. Én köszönöm szépen. Ciao. Sziasztok, jó munkát. Köszi. Hello, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Én tényleg van rajta ilyen szürkületérzékelő, én is tudom. Pici csavarhúzóval bedugod, és akkor a hold irányába elforgatod. És akkor meg tudod, azt is be tudod állítani, hogy mikor égjen, illetve milyen mozgás után mennyivel aludjon el. Tehát egy csomó mindent be lehet állítani. És ég. A komolyabbakon nyilván, ami neked van. Ez jó. Nem, ezt nem én vettem, ezt örököltem. Ja, tehát, hogy elérés. Persze, még ha mindig. Én vettem volna, akkor nem lehetne állítani, de mondom, örököltem. Ha kimegy a Feri a nyakába, ősz, azt ketten megoldjátok 10:30-ra, kész vagytok, menő, nem? Tényleg. De várjad, ő a műszaki arc kettőnk közül. Hát akkor én állok a te... Egyébként azt imádnám, te ott lavíroznál a Feri. Feri, egy kis csavarhúzóba próbálnál. A magasság ugyanaz, de a szakértelem már... Egyébként igaz, hát az okos legyen, alul. Az okos legyen fölül, és az erős legyen alul. És milyen jó páros lennénk, mert ugye én nem értek hozzá, a Feri ért hozzá. Én alacsony vagyok, a Feri magas, én látok, Feri nem. Gyönyörű lenne, egy órácskátot tekergetnénk. Sírnék Benyben rajtatok. Mozog már. Sírnék rajtatok. 2 perc, pontosan 9 óra. Kedv van, ez azt jelenti, hogy Kassa TV-vel folytatjuk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 9 óra múlt 12 perccel, jaj, kis Takács Nikolász Teli Hold című dala után már is itt vagyunk a Morning Show-val, a Klasszon. Ha valaki nem tudná esetleg, hogy mit hallgat, de hát nyilván kevesen vannak. Gyerekek, adjátok vissza a szuperbaktériumot, komolyan mondom. Hol van a kis baki? Egyébként egy hallgatónk megfejtette a dolgot, mert két témát boncolgattunk, ugye Kozsó dalát és így a baktériumot. Van. Kozsó, hol van? Hol van? Amerikában. Külföldön. Nem külföldön, Amerikában. És hol van a mi kis baktériumunk? Na, hogy fog idejönni? Kozsóban. A baktérium. Aha. Az lehet. De mi, hol van a mi szuperbaktériumunk, a Jani? Tehát a szokásos megszólalás van. Nem tudom, mi van. Valaki felajánlott, hogy ingyen megcsinálja ezt a 4000 forintos lámpáját, amit egyébként 800 forint évet meg egy félig felbontott sertésmájkrémére elcserélve. Amit felrakott most oda a 800 forintos mozgásérzékelős lámpáját, és ott talált két embert, aki ingyen kijön, és elcsavarja a holdjel irányába a mozgásérzékelőt, hogy kicsi apró 158-as termetére ne jelezzem be a lámpa fényes nappal, mert plusz 600 forinttal megdobta az egyébként mínuszban lévő villanyszámláját, mert mécsesek égnek a lakásában, és aromagyertyák. Tehát csak körülbelül ezt tudom elképzelni. Csak a létrát akarja. Van létra? Na mi van? Van már ember, aki megszereli a lámpádat? Volt létra pár percig, de aztán a karbantartók észrevették. Hogy lábok. A francba pedig már nem voltál az aluljáróba, mi? Most látom, írtál egy SMS, bocs, Bali, ma előbb mennem kell. Már pont az aluljáróban voltál. Na gyerekek, gyorsan egy-két közlekedési ír, Szeged-Orosháza között a 203-as kilométernél van egy trafi, üdv a nyertes. Ja, a nyertes riasztósok, köszönjük szépen. Közüza. Jó. Mérnek a Váci út 19-es szám alatt, ez a kifelé vezető oldalon van, Klári küldte nekünk, Klári drága vagy, köszi. Budai alsó rakpart elesett, nagyon lassú a haladás, senki ne próbálja meg. Talán ha az ember a Mozaik utcánál próbál lemenni, akkor lehet, hogy egy kicsit egyszerűbb, de az is lehet, hogy nem. Áll a budai rakpart, igen, pont ezért mondtam, a Margit hídtól az Árpád híd felé fordulnak vissza az autók. Te jó Isten! A budai rakpart a Margit hídtól az Árpád híd felé, aha, értem. Érdekes. Igen? Igen, az érdekes. Nem, azért érdekes, mert a Margit hídig szokott dugó lenni, de most ugye a Margit híd nem tudsz följönni, tovább kell menni az Árpád híd felé, ott viszont már a Mozaik utcai lámpa nem nagyon fogja meg az autósokat, és ott akkor valami nyilván történt. Forgalomtechnikai szakember, ez lesz a te jövőd, ez lesz a te menekülési útvonalat, hogyha végleg besülsz a médiába. Miért már besült, de a végleg besül? Vagy a végleg besülés, most. Azt érzed, hogy az elmúlt 20 évem egy gyatra ne, próbálkozás, és ha végre rájövök, nem, hogy én nem hogy azt mondom, hogy besülsz, hanem azt gondolom, hogy most hogy végre besülök. Az utóbbi néhány hónapban évben azért volt egy-két odakozmálás, de... Rohadt, de nem most gondoljatok már bele egy picit, most egy picit komolyan. Hogy ezt annyira Kenny vágja, én megpróbálom ilyenkor mindig követni, jó, ez más témáknál is előfordul, hogy nem nagyon tudok felülni arra vonatra, amivel ő száguld. Igen, hiszen az enyém az csak egy ilyen helyközi járat, érted, egy kis személy, amit döcögözővé pedig egy Orient Express, de... Shinkansen. Inkább. Jó, na, olvasd el tegnap valamit, végre eljött a pilot, hogy bedob. Hogy, de jó helyen dobtam. De jó, mit passzolt. Hogy tényleg ezt nagyon vágja.
De mit, hogy ismerem Budapestet? Igen, aha. Meg az, hogy tudod, meg, hogy mikor mi van dugó, hogy jobbra, balra lehet elmenni, mikor menetkülés útvonalak, az egérutak. Hát tudom, nagyon sokat járok arra, Margit hídnál nem tudsz lemenni a budai alsó rakpar, ezért én azt csinálom, hogy a Mozaik utcánál már lemegyek, végighasítok, és pillanatok alatt ott vagyok az Erzsébet hídnál. És szerintem ez egy tök jó. Mert ez egyébként ez egy a fő utca is egyirányosítva van, és baromi nagy dugó van arra. Hát itt lakom, itt élek, hát persze, hogy tudom. Ez a minden, el. Te meg tudod, hogy mit tudom én. A 52-es villamos után mennyit késik az 50-es villamos. És hol nem? 3-50 a vizes zsömbbe. Így van. És 400 a mozgásérzékelő. Így van. És így, ahogy mondtam, az előbb egy félig felbontott sert és májkrémért hol veszel egyébként egy leértékelt mozgásérzékelős lámpát? Ezeket meg te tudod. Tessék. Egy fél darab löncsús konzervet megvan. Mind a kettőnknek megvan, hogy nekem véget ér a rádió, akkor én ez leszek. És én azt el tudom képzelni, hogy olyan szinten a csúcsra fogok érni abban, hogy én tudom mindig, hogy hol van a legjobb akció. Tiéd hogy lesz később, a spur.hu. Nem, hanem hogy később lesznek majd ilyen vásárolható játékbábuk is, actionben figurák, az akciós ember, én leszek rajta, ott állok majd két negylosszatyóra. Igen, egy kínai alsógatyában. Egy mi. Na gyereke, kedvem, ez pedig azt jelenti, hogy megjött hozzánk Kassa Tibi. Ha bazi nagy jacuzzi-ban nem található vagyok, keresd az ágyban, ahol szintén rohadt jó vagyok. Ha meghalnék, lesz bőven, amit majd rád hagyok. Ha nem mondtam volna még, rohadt nagy sztár vagyok. A szerénységem a legféltettebb kincsem. Hibáim keresem, de mit csináljak, hogyha nincsen? Már oviban verset írtam egy taknyos sepire. Higgyétek el, lennék szerény, ha volna mire. Hey! Kakakasza Tibi, kakasza Tibi. Wow, kakakasza Tibi, kakasza Tibi. Hey! Tibi! Tibi! Kakakasza Tibi, kakasza Tibi. Na, mi újság van? Jani, remek ötlet az, hogy legyen belőled ilyen actionman baba. Meg is van a neve, az előbb kitaláltam. Olcsó János baba. Egy jó Olcsó János olcsó baba. János. Olcsó János baba. De mit reklámoznál? A leértékelések az olcsóságot. Mindent, ami olcsó. Te jó. Jó? Nyugati piacokra Johnny Sales. Johnny Sales. Mondani akartam erre a beállításra, hogy mikor világít a riasztólámpa, mikor nem világít a riasztólámpa. A legjobb, hogy na mire való a testvér? Erre, hogy ezt be tudjátok állítani. A bátyám fölmászott a tetőre, lógott lefele lábbal a tetőn, csavargatta azt a bizbaszt. És nem sétáltál. Betörő szimuláció üzemmódba kapcsoltam, és elkezdtem befele osson, hogy szerintem milyen íven jönne a betörő. És akkor teszteltünk ilyen íveket, hogy na most, akkor vagyok az agresszív betörő, aki bevonul. Jó, arra beriaszt. Akkor most a fák árnyékában osonó betörő, akkor most kitaláltam, hogyha betörő lennék, a terasz felől közelítenék, és lőd be úgy, hogy ne világítson a szomszéd pofájában a reflektor, hogy ez egy probléma, mert nyilván el fog küldeni az anyádba, és azért meglegyen, hogy azért úgy beriassza izét, annyi, hogy mi valahogy félrelőttük, minden mocskos denevérre bevillant. Tehát, hogy konkrétan... Ez riasztó vagy lámpa? Ez még csak a lámpa, mert a betörő az meglehetősen szemérmes, tehát amikor ő reflektorfénybe kerül, akkor ő elérzékenyül és elhagyja a helyszínt. Aha. Ugye? Hogy? Az olyan, hogy bizonyára így van. Ez a mozgásérzékelős lámpa, ez bennünket nyugtat meg szerintem, nem? Tehát aki be akar törni, az bemegy oda, maximum fog egy kalapácsot, rátesz egy ronyót, és kiüti az égőt, és kész. Tehát, hát, úgy, nem? De mondjuk az van, hogy azért van egy ilyen lélektana, hogy egy először, amikor felrakod, ha mindenre jelez, és te mindig odaugrasz az ablakhoz, nézed, hogy ki az, mi az, hol, mi, hogy, nem? Aztán rájössz, hogy ez mindenre jelez, onnantól kezdve soha nem mész oda az ablakhoz, és nem nézed meg. Hát szegény párom, aki ráadásul ilyen majrés, tényleg, az konkrétan otthon van hagyva egyedül, vagy például koncertezek, vagy valami, ott reszket a kis szobában, hogy mikor jön a betörő, ő minden egyes denevérre rendőrt hív. Tehát amit elrepül egyszer, az mozgásérzék előtt, hogy bevillan, az a dobogó szívvel kihívja a rendőrséget, és de már hozzá egy hazajár. Komoly reszketben, hogy mikor jön a betörő. Abszolút. Hogy jöjjön már, megfázok. Egyszer beruházásra rakjatok föl a ház külső részére egy olyan infrát, ami azt érzékeli, nem én gyártom meg, nem én forgalmazom, azt érzékeli, hogy elindulnak a ház felé, és rá van kötve ugyanúgy távfelügyeletre, és megszólal a házriasztója, de nem amikor már törik föl az ablakot, ami nincs lefóliázva, és másznak be, hanem amikor 10 méterre van a háztól, tehát kvázi nem tud eljutni a házig. Te tettessetek föl egy ilyet. Segítek, az lesz, hogy matrészegen hajnaltában jövök, az én fogok belegyalogolni egy folytában. Az biztos. Mert a legnagyobb balfékebb én vagyok. Tehát én belegyalogolok bármilyen riasztóba. És jön a telefonhívás a riasztó cégtől, hogy mondjam be a kódot. A pumukli. Nem így beszélsz olyankor, amikor itt tass vagy, csak mondok valami kód, amire emlékszem,
majd kiérkeznek, hogy a vész hamis vészkódot mondtam be, ami azt jelenti, hogy fegyvercső van a számban, és úgy mondtam be a Pumukli nevű kódomat, mondom, azt nem tudja, hogy mi a kód. Hát most nem emlékszem. Ezerholt és mindenki. Ezerholt. Hulócsillag. Nem azt mondom, mit lát, mondja a kódot. Hulócsillag. Tárolja valamire, fogja meg a gombját. Szemetek. Akartam egy, találtam egy baromi. Várj, de van még egy megoldás. Na, költözzek el. Bolyg is magaddal. A bolygón a halál, robotágyú. Igen, telepítek robotágyút a izébe. Bővített változatban van csak benne. A bolygó neve halálban, James Semmi. Cameron, ez a bővített változat, robotágyú, mutatja először, hogy fogy ki, és egyszer csak kifogy. Úgy de nagy rész. Tisztelettel adóz. Mozgásérzékelővel szintén, érted? És akkor... nem vakítja a szomszédot, viszont csak darabokra nem... robbant mindenki. Ezt akartam mondani, hogy hálás lesz majd a posta, nem? Amikor ugye állandóan lesz majd ürösedett állás, mert robot nem tudom mi, lövegágyum szétlövő. Ajánlott! És megsorozza. Találtam egy hirdetést magammal kapcsolatban, hogy muszáj elétek tárjak, mert ezt meg kell egy picikét fejtsük. A hirdetés itt van egyébként, semmi konkrétum nincs benne, tehát nem egy frankó dolog, szerintem valami baromság, de muszáj, hogy elmondjam. Nőnapi wellness hétvége, Kassa Tibivel Superior szobában. Már hogy te vagy a Superior szobában? Értelmezzük. Hétvége Kassa Tibivel Superior szobában, és itt jön a megalázó része. 1400. De szemét vagy. 3 nap, 2 éjszaka, Michelin csillag 8000 plusz. 8000 per éj. Nem jársz messze, 16000 forint per éj. Aha. Azért ott a Superior szobában azért mit kell villantanom? Tehát, hogy nem? Mi vagy mi a Superior? A Superior az egyen jobb, az jó, mint a normál, igen. Tehát a Deluxe Superior, attól függ, hogy az ágy elhelyezés, dupla francia, egy francia ágy. És ott én így oda söndörödök, akkor a nőnapi meglepetésként így anyához mindenki, az oda bújok egy negyed órára? Rózsa a szádban. Nem, és bemész a izébe, az zuhanyzó fülkébe, és amikor elhúzzák a függőjtök, akkor 1000 hold is nem! De hogy miért ez a rohadt 1000 hold akad be nekem? Mert ezt imádom. Olyan hülye vagy. Na de még megaláztak azzal, egyébként, hogy aláírták azt is, hogy próba wellness álomáron. Veled? Próba wellness. Tehát, hogy megnézed, hogy... hogy működik el a jacuzzi. Nem, de mi az, a vízforgató rendszer. Nem, hogy beülsz. Előpróbálod a jacuzzit. Előszaunázod neki. De még hideg. Elindul. Köztimi működik. Minden oké. Köztimi, kijöhetsz a gépházból. Megnézik, hogy leolvad-e a biztosíték, mikor beleülök, hogy valakit rendes vendéget ne vágjon nagyon, hogy én megyek bele minden ilyen próba dologba, vagy azt tesztelik, hogy én milyen örömet tudok okozni a nőknek, és hogyha jók a visszaigazolások, akkor állandósítanak, mint szolgáltatás. Azt mondják, hogy van-e éjfélkor tombola veled? Te van ilyen, hogy tombola, zsákbafutás, lepényevés, sportszelet, levés egy madzagról? Aki a műsort vezénylik, az a Tibi, van ilyen? Várjál, lejjebb tekerek. Van. 11 órakor szórakoztató show műsor. Igen, a nagy teremben. Koncerted is lesz, vagy csak a kísérő programot? Nem tudom mi ez, mondom, elküldt egy rajongó Superior szobában velem 16000 forint per éj, olcsónak találom, tehát hogy mert aki vár volt velem, azt mondja, megérek egy 20-ast is. Tehát, hogy ennyit egy Miss BKV kérel egy éjszakáért, igen, 16. Tehát én azt gondolom, hogy mondjuk gumival egy 20-asért szerintem simán adható vagyok, nem? Hát olcsón adnak, egyébként felháborító. Tehát te azért már tudsz valamit így rólam, most nem azt mondom, hogy de láttál már... Hogy? Nem áll. Hát már csak a látvány, tehát már a látvány megér egy komolyabb készpénz, egy szabad szemmel látható készpénzösszeget, ha levetkőzöl. Na de a rajongók nem mentek el mellette, szó nélkül kiírtam egy pár kommentet, hogy miket, hogy hogyan támogatnak engem az én kis drága facebookozóim, és hogyan rajonganak. Az első az volt rögtön, hogy Tibi, sok zeller és bírni fogod. Tehát finoman fölkészítenek. A következő ugye az rögtön azt firtatja, hogy van-e pénz visszafizetési garancia. Tehát ő egy picikét már a kétkedő vonal, de azt gondolom, hogy a kedvencem mégiscsak az, hogy az én koromban az ember már nem engedheti meg, hogy válogasson, erre befizetek, aláírás Géza. Én azért jó, hogy ezt behoztad, mert hogy ezt egyébként észrevettem, hogy ezt minden évben felrakják veled kapcsolatban. Tehát egy évvel ezelőtt pontosan bejöttél ugyanez volt a sztorival. Volt egyszer, igen, volt akkor is. Tehát reloaded Kassa TV, ez a nőnapi Kassa TV-vel 16000 ér hódmezővásárhely, nem tudom mi a hotel. Nem, ugye, ezt minden évben felhoztad. Mondjuk nekem, megoldom, őszintén egy picit, mert csípja a szemet, ez a személyi kultusz, mert igazán lehetne egy standard kétágyas Kassa Gáborral 10 plusz áll. De az a jó, hogy minden más elején ezt be tudod hozni.
minden március elején megvan egy film megszólalásod. Elővik. Megvan, hogy ezt behozta tavaly? Egyébként? Akkor is volt. Nem tűnt föl nektek? De akkor is volt. Ez halál frankó, ez tényleg ez egy friss dolog volt. Csak azt gondolkodtam, hogy nekem végig kell mennem minden szobám, vagy én hozzám jönnek abba a szobába. Tehát, hogy mindig kopognak, hogy... És akkor jön be a blokkal, hogy akkor neki most van egy órája vele. Egy szuperiória. Tavaly hogy jöttél ki ebből? Tavaly végül elmentél? Kiderült, hogy ez melyik hotel? Nem, fölhívtad őket, a gyerekek? Volt. Nem, azt mindenképpen jeleztük, hogy nem ilyen jellegű szolgáltatás az, amit én nyújtok. De figyelj, idén most megnézem, belealszok a Superior szobába, és megnézem, mi van, és élménybeszámolót hozok. Menj bele, persze. Jó? Menj bele ebbe. De azért van egy kommentelő, aki azt nekem jelezte, hogy Tibi, ne felejtsd el, nem csak a 20 éveseké a világ. Tehát azért itt meg lett korum, amikákkal. Jöhet bárki, és te nem mondhatod azt, ugye? Nem mondhatom. Nem mondhatom, hogy nem vagyok benne egy szilajvágtában, ugye, egy ilyen mamikával, nem? Szilajvágtában? Le kell menned. Lemegyek, letesztelem, és akkor hozom az eredményeket, jó? Jó. De nem az erotikus formon való kiárusításom az, ami ma reggel böki a csőrön. Ismerős lesz volt már, vagy ez most új? Tavaly márciusi, vagy esetleg április. A csőröm? De nem csak azért kérdezem, hogy milyen szignált egy... csak. Tavaly itt vagy a mostanit? Bökte már a csőröd, vagy ez egy új csőröd? Ez még nem bökte, téma ismétlőként mindig a szignálna. Ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassa Tibi. Jó, és esetleg valami más? Nem Kassa Tibi. Ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kassa Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk belederni a csúfot. Akkor csináljuk azt, hogyha ismerős lesz, ne vegyük észre. Jó. Balázs. Jó. De akkor most ez... Jó, Balázs. Erre beszélhetek élőben, ez nem best of. Ja, jó. Tarts egy blikket, Léci, a kezed. Most nyomj egy hármast, azt menjünk tovább. Na, jó. Ti is elmentek e fölött nagyvonalon, és én is elmegyek, hogy egyébben hatszor csináltok meg egy témát visszatérő elemként. Jó, na, és akkor kiegyenlítettük. Egyébként mondta már, hogy jó volt a Wundershow, vagy a Kassashow? Szemétláda. Na, mit hoztál? Mi ideges? Nem, azt csak mondani akartam, hogy a múltkori koncertem után meg oda ment egy gazdag csávó a bátyámhoz, és azt mondta, hogy ki lesz fizetve. Gyere, Gábor, menjünk haza. Menjünk, Tibi. Ki lesz fizetve, kisöcsém, de a tesód el fog menni vacsorázni a feleségemmel. Ah, kutya fáját. És elmentél? Volt ilyen, a tesód el fog menni vacsorázni a feleségem, és a bátyám mondta, hogy nem fog elmenni. Ahogy a Vajna úr. De ki lesz... Személy, te hülye vagy. És konkrétan ott agitálta a bátyámat, hogy már pedig a Tibi el fog menni vacsorázni. Mennyit akart fizetni érte? Hát feltehetőleg nem eleget, mert a bátyám nem fogott, tehát hogy 20 ezer fölött a Gabi már alkuképes. Tehát nem hiszem, hogy komolyabban zsebben nyúlt volna, de volt ilyen megkeresés, ahol én már finoman konzumáltam volna. Miért nem mész el? Jó vacsi, jó nővel, új kapcsolat, kicsi pénz, Gábor, békén hagy addig. Jó, legyen, akkor azt mondjátok, hogy erre mondjak igen. Jó, de nem ez. Egy olyan böki a csőrömet hoztam, amit még biztos, hogy nem hoztam. Szerintem nagyon érdekes, nagyon megosztja az országot. És biztos, hogy nem volt még. És tavaly volt kétszer. Nem volt még. Jó, személy. Na, tudod, hogy mindent észreveszek, igen? Aha, igen, egyszer nem jönnék, azt sem vennéd észre. Na, hogy észrevennéd, és örülne, igen, és fel lenne dobódva. Hogy van egy olyan alapvetés a közlekedésben, ami nagyon-nagyon régóta van, ez van elfogadva alapvetésnek, de legalább egyszer már mindenki életében érezte azt, hogy ez igazságtalan így. Ez tegnap volt, nem? Várjunk. Én még hallgatok, megvárom, mi lesz ebből. Igen? Az alapvetés pedig az, és mindjárt elmondom, miért jutott ez most eszembe, hogy a vezetésben egy koccanásban vagy karambolban mindig az a hibás, aki hátul vár. Így van, ez az esetek többségében ez így van. De nem így van. És itt mondom azt, hogy mindenki legalább egyszer életében érezte azt, hogy ez egy baromság. Futottál-e már bele, koccantál-e már bele, idiótán nyomorékul előtted befékező, indokolatlanul nem elinduló balfékből, amikor azt mondtad, hogy figyelj, tudom, hogy az alapvetés, hogy én vagyok a hibás, alá is írom, de rohadtul te voltál a hibás, aki előtted meg. De nem tudsz vele mit csinálni, megvédhetetlen az álláspont. Na, részt vettünk most egy ilyen koccanás a sztoriben, utasként ültem egy barátom mellett, egyébként egy kínai ment előttünk, egy ilyen kis terepjáróval, megy a csávó a hótiszta úton, szépen egy finoman picikét előre gurult, nem jött senki, finoman egy picikét előre gurult, paf, padlófék, abban a pillanatban azt már nem tud lereagálni, mert vészfékezést csinált a semmire. Emberünk lehet, hogy lejtette a telefonját, lehet, hogy valamit, nem tudom, rossz hírt kapott SMS-be, és abban a pillanatban nem sokkal, hárommal így puff, így belekoccant. Na, olyan a távolságra kellett volna menni, hogy biztonsággal meg tudjál állni. Na, majd itt mondok majd azért erre valamit. Nem, ide emberünk kipattantott, tudod, nekiáltott karatézni, mit csináltad?
Persze, nuncsak úgy felgetett és megevett egy gyúpaú csirkét. Mit csinálnak egy a törökacsirák? Aztán pedig eldobott két füstbombát és elkészt a kövét. Igen, és az fölüvölt egy sok kosugi és igen, és kiszállt emberünk nekiálltak ott erről vitatkozni, de amitől a dolgot nem tudom elfogadni, hogy, hogy ugyanígy a családban volt egy másik óceánásos baleset, szinte a családban neki durrantak így valakinek hátulról, aki, aki a zöldbe nyomott egy csatuféket, a telefonhoz jött az ő férje, aki röhögve mondta az én nagybátyámnak, aki, akinek elszenvedője volt, hogy hát nem az első esete anyának, hogy belefékez a zöldbe. Tehát, hogy már nem tudom, háromszor, négyszer így egy zöldbe, hogy néha, hogy nem tudom, megrettem. Megijedt. Megijedt. A nagy szabadtér megijesztette. Hihetetlen megijedt. Satúfék, és szállogatnak bele hátulról, és amikor a harmadik, egyik ilyet csinálod, akkor már azt mondom, hogy úgy hátulról jövőként azt mondanám, hogy nem kéne valami kis plusz képzést anyának. Ráadásul ez a jogszabály, ugye, hogy mindig a hátulsó a hibás, ez egy picikét támogat egy valami dolgot, amit én rohadtul utálok, ezt a bizonyos ráfékezgetős rendszabályozást, mert ugye miért mersz te előállóként rendszabályozni ezzel a fékezgetős marcangolásnak, megy a humor, viszont ezzel, hogy megy ez az ökörködés, ezzel meg ugye a zenészség kárára menő dolog történt, hogy jaj, de jó fej vagy, de már nem zenészként emlegetnek, hanem a vicces fiú. Tehát, hogy én nekem ez az épülés, ez picit úgy annyit vitt el, amennyit hozott, de nálatok mi az a sztereotípia? Nálad például abszolút azt érzem, hogy tök pozitív lett a megítélés. Élésed. Mert minket például ugyanazokért a dolgokért, amiket te nyomasz a saját műsorodban, minket utáltak. Viszont téged nem. De most mi a kérdés? Nem, az a kérdés, hogy kérdés az, hogy van-e nekünk ilyen stigmát? Ki milyen ilyen stigmát bélyegek maradtak rajta? Én elmondtam, hát, nekem az egy pluszos videó. Mi a Balázsos Jani meg a Balázsos Feri vagy? Hát, nektek nincs ilyen stigmátok. Hát most mondom, azóta szintén rám ragadt, ugye szavazni lehetett, mit tudom én. És azt mondtam, hogy a szavazat nézzük, hogy áll, az egyik 73%, a másikat nem látom. Én nem mondok hülyeséget, te hogy az most zseni. 24, 22, 27. Én azt mondom, az lássuk, hogy áll a szavazat, az igen, az 73%, a másikat nem látom. Mert a technikus kolléga elég egyébként. Ki tudja, hogy hány százalékban jött összesen? Ki tudja, 100%? 73%, a másikat nem látom. De van, akinek egyébként sikerül kitörni a Starbucksból és a fölépített imidzséből. Van egy rockstar, aki megoldotta ezt. Minden Starbucks nélkül. Melyik az a rockstar, aki tudott emelni magyar? Az imidzsét, és ma már nem rockstarként gondolsz rá? Ma már nem rockstarként magyar? Gondolok nem rá. Nem feltétlen rockstarként gondolsz nem, rá. Magyar? Nem feltétlen. Pataki Attila. Tabán István, mikor gondoltam, hogy rockstar? Ott a megfejtés. Pataki Attila. Ugye, aki ma már... UFO kutató. Ma már leszámíthatatlan. De szemetek vagytok. Tehát, hogy ő ki tudott törni azért a rock legenda szerepkörből, és ma már... Kérdés, hogy mennyire volt ez tudatos. Ma már másban hát is. Tehát, ha megjelentek tőle ezek a lakodalmas cuccok, akkor azért nem tudod eldönteni, hogy most ez poén vagy nem poén, aztán kiderült, hogy nem. Az valóban kemény volt, igen. Na, szóval az a lényeg, hogy ezek a kis bélyegek, kis katuják így rajtunk ragadnak, próbáltunk belőle kitörni, de azok vagyunk, akik vagyunk, és én büszke vagyok rá. Meg rátok is. Félbe kérdezem Balázst. Ma este nézzetek, és ne felejtsétek el a nőnapit a Zalában. Én nem hoztam volna szóba, de ma este kasz a sóit. Tibinek köszönjük szépen, 3:40 lesz, pontosan egy perc múlva jövünk a nap legjobb pillanataival. Morning Show, a legklasszabb dolog a reggelben. Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival, itt a Klassz FM-en. Hamarosan folytatódik. Reklám. A világ legjobb játékát játsszuk, mert hogy utazni lehet a Vizer jó voltából, van egy 30 ezer forint értékű voucherünk. A Judit, te lehetsz az, aki megnyeri. Szia! Ja. Mikor repültél utoljára? 2 éve, Rómába. Az is, de szép hely. Dubaj nem érdekel? Nem dubajoznál egyet? Hogyne. Most hát nem dubajoznék, de nagyon látod? Rossz az, aki rosszra gondol. A dubajozás nálam azt jelenti, hogy kimész és megnézed. A mai kérdésünk az így szólt, hogy melyik a legtávolabbi város, ahová elrepülhetsz a Vizerrel Budapestről, Dubaj vagy Rodosz? Én a Dubajra tippelnék. Nagyon jól tette, tehát nyilván én is ezért kérdeztem. 30 ezer forint értékű Vizer utalványod van. Nagyon szépen, köszönöm. Van neked internetted? Igen. Vizer.com, és kérlek szépen 39 célállomásod van, nem muszáj Dubajba menni, mehetsz mondjuk Lisszabonba is, mert az is szép hely. Vagy ahova akarsz, jó? Köszönöm szépen. Gratulálok! Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en.
10 perc van pontosan 10 óra, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, mivel is foglalkoztunk ma reggel. Felhívtuk a mi drága biztonságpolitikai szakértőnket, Nógrádi Györgyöt, nagyon jó dolgokat mondott a Nemcov gyilkosságról, faggattuk, és a magyar katonák szerepvállalásáról. Érdekes összefüggéseket mutatott meg nekünk, igen, kérdeztük, hogy Putyin benne lehet-e, elmondta a véleményét arról, hogy szerinte mi történt Boris Nemcov meggyilkolása körül. Megmutatjuk ezen pillanatokat is, valamint egészen fura módon arról beszélgetünk, hogy kiszabadult egy szuperintelligens baktérium, egy high-tech amerikai szuperen őrzött, szuperbiztonságos amerikai laboratóriumból, és eljátszottunk a gondolattal, hogyha Jani lenne a szuperbaktérium, akkor ő mit csinálna úgy, hogy Feri narrálja a történteket, te pedig kis baktériumként végrehajtod azt, amit Feri mond. Szerintem egyébként bocsánatos bűn, hogy időnként egy-egy műsorban, vagy mit tudom én, havonta, két havonta egyszer egy kicsit egy tudományosabb igényességgel is boncolgatunk egy témát a sok bolondozás mellett. Igen, nem? Így van. Szerintem fontos néha, igen, abszolút komoly újságírói vénával megállva utána járni komolyabban egy-egy témának, például, hogy egy szuperbiztonságos laboratóriumból hogy szökik meg egy baktérium. Hát ezt most megmutatjuk újra. Érdekes kérdések azért ezek. Hívjuk a naphallgatóját már is. Ha mondja, hogy Morning Show, övé az ajándékcsomag. Morning Show. Éj, de gyors van. Jó vagy. Vártál rá? Vagy, hogy vetted fel jamar? Itt volt a kellemben a telefon éppen. De jó vagy, nem írtad alá, hogy hívnak. Orsi vagyok. Orsi, olyan helyes SMS-t írtál, igaz? Próbáltam a ti agyatokkal gondolkodni. Igen. És átmentem egy kicsit ilyen perverzebb vizekre. Igen, azt írtad, bárcsak a férjem lenne szuperbaci, akkor talán néha rám kúszna és osztódni akarna. Majd van otthon? Aj, de helyes kis SMS volt ez. Figyeltek, már tegnap nem nyertem meg a bögrét. Na, őrület. Már mi, hogy nem nyertem meg a bögrét? Mert én játszottam Owen bácsékkal. Te voltál? Tényleg? Igen. Igen. Akkor most is kivesszük. Igen, akkor most akarod. Ha szellemeset írtál, akkor megérdemled. Illetve van még plusz ajándékod, majd hallgass meg a reklámblogban, jó? Nagyon szépen köszönöm. Köszi. Hol hallgatsz minket? Hajdunálásom. Ja, tényleg említette tegnap, Hajdunálás. Oké, csokkoltatjuk a férjedet, szedjen ginzenget, jó? Csáurá. Hajrá, hello. Hello, hello. Csabikám, jó reggelt, hello. Jó reggelt, szevasztok. Elképzeltem, hogy megérkezek a wellness hétvégére, és már a recepción vár a Kassa TV, és ahogy belépünk, ránk mutat, két utazó, a rossz és a jó. És mennyit gondolkoztattál ezen, Csabi? Remek zenék? Érdekel tényleg? Abszolút nem, de megkérdezem mindig, tudod. Nagyon sokat panaszkodtam, hogy mindenki ilyen feminima férfi énekesek közül. Imádom őket, a Bruno Mars, az Adam Levine, de végre itt van egy igazi férfias hangú énekes, az a neve, hogy Quaps. És a Walk című dalát. Nem, de majd az lesz. De olyan igazi férfias mély hangja van, és nagyon jó a dala. Na, meghallgatjuk. Ajánlom, Walk. Csabi, én a kívánság műsor 555-55-00, mi pedig holnap 6-kor. Szevasztok! Hello! Ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.